Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani, hello Feri, hello. Jó reggelt. Hello drága Morning Show hallgatók. Itt vagyunk újra, hárman, üdén, kipihenten, frissen. Jó, mit csináltál éjszaka? Igen. A gyerekek, nem tudom. Sokat sportoltam tegnap, meg napon voltam, meg minden, úgyhogy... De látszik is egyébként. Edzek, igen, igen. Most már igen. Mit mondta, 5 kiló izom? Nem, hát... Öteka megvan tegnap óta. Ezt privátban mondta. Tudod? Tényleg? Ezt nem adásban mondtam. Nem? Na, milyen jó, hogy nem más mondtál be. Milyen jó, hogy nem, igen. Néha kicsit összefolyik a valóság az adással. Igen, én már nem tudom, mert akkor vége, akkor kimegyünk, még beszélgetünk. Egyre jobban zavar, hogy kicsi a kuki. Ezt adásban mondtad, nem? Nem mondtad be. Igen, ezt adáson kívül mondtam, hogy kicsit elkezdek komolyabban edzeni. Tegnap a kertemben sikerült ez. És ez csak az egyik alkarja. Akkor még az anakarról lévő bicepszéről nem beszéltük, illetve a másik karjáról sem. És akkor a mellek. Ez gyerekek, ez a 20-22 fok napsütés, ez az én időjárásom. Szóval ez én nem bírom a nagyon meleget, rosszul vagyok, szenvedek, nem bírok napra menni, nincs kedvem programozni. Nyűg az egész élet, fáj. Igen, leülök, dír. Hallod? Dír, 2.2-es kereszt, nem mit. Csatlakoztam. Run, shift 2, shift 4, run, mint a Commodore-ban ugye régen. De hogy ez a 22 fok, amikor még úgy tudsz napozni, hogy nem éget a nap, és kiülsz egy órára, és érzed, hogy az energia celláid, meg az akkumulátoraid töltődnek, ez nagyon tudom szeretni. Zseniális. Hogy ez nagyon jó idő. Ez a kedvenc évszakom, rájöttem. A tavasz? Hát igen, amikor már jön ez a 20 fok, barnulsz, de még nem égsz, szereted a meleget, de nem szenvedsz tőle. Tehát ez való. Sokáig lehet kint lenni, így van. Nem halsz meg a pályán még. Nyertes meccsen volt. Hát kétszer. Gratulálunk. Már aki nem hal meg a pályán, ugye? Ja, már valaki meghalt, nem? Hát, és tényleg tegnap nem volt komoly ellenfelem, úgyhogy... Reméljük hallja, illetve reméljük átadják meg. Gyors kétszetben muszáj volt nyernem, gyerekek. 5-1-ről hoztam az első szettet, 5-1-re vezetett, csak mondom, 7-5-re. Mi történt ott 5-1-nél? Tehát mind bukott elő, illetve mi húztad te fel? Agyban azt mondtam, hogy na jó, Bali, akkor eddig és nem tovább. Tehát most akkor már... most vagy elkezdesz játszani, vagy nagy farbarúgások lesznek, úgyhogy 5-1-ről följöttem 7-5-re, a második szettet pedig behúztam. Meg is mondom neked, hogy mennyire, 6-3-ra. Mérges volt. Tessék? Ellenfél mérges volt? Igen, hál' Isten, kellőképpen. Csalódott volt egy picit, hogy el lett szúrva a délutánja. Remélem. Azon most dolgoztam. Hogy várhatja a következőt? A visszavágás lehetőségét. Ilyenkor mindig eltűnök. Persze, ilyenkor egy kicsit hagyja. Jön a levében. Ilyenkor mindig nem jelentkezem. Se föl, se veszem a telefont, el is tűnök. Mindig hív. Ír, hogy mikor játszunk, de ilyenkor úgy csak, mintha nem lennénk. Persze, kikapok, már aznap hívom én is, hogy mikor játszunk, nem most vágok. Most kicsit meghúztam magam. De ráküldesz ilyenkor egy SMS-t, hogy nyalogass csak a sebeidet. Persze. A vérszívás az mindig megy. Hát olyan nyire jó idő volt, hogy jöttem a budai alsó rakparton, és egyébként a újságban benne is van. 3 évvel ezelőtt a budai alsó rakparton, a Gellértnél volt egy jacuzzizó pár, nem tudom, emlékeztek rá. Kérlek szépen, hát megtörtént az újabb csoda. Nem, most nem párocska volt, aki beleült a Duna vizébe, illetve hát az nem is tudom, hogy ez Duna vizének lehet-e nevezni, mert ott a kifolyó termába lehet beletocsanni, ha erre van valakinek igénye. Tegnap annyira jó idő volt, hogy egy fiatal ember elfeküdt a vízben, és ott élvezte a tavaszi napsütést. De ez már amikor belefolyik a Dunába? Igen, ahogy folyik ki a, hát szerintem az a haszn, vagy nem tudom, hogy a termálvíz, meleg termálvíz van. Most utána is néztem, ott valaki megnézte, hogy nagyon szép tiszta, és tényleg meleg a víz. Mert azért a Dunában most még így nem fürödnél. Nem. Tehát, hogy akármennyire is jó 22 fok van kint, a Duna még... Hát a Duna még 6-8-10 fokos, tehát igen, az még azért elég. És ott folyik be. Azt mondtam, nem tudom. És ez nem lehet, hogy felmelegített szennyvíz? Tehát, hogy azért ennek biztos utána jártunk, hogy az termálvíz? Hát én nem feküdtem bele. Na jó, csak akik mondják, mert ugye lehet egy, tehát amikor fertőtlenítik a szennyvizet, aha, akkor az lehet, hogy felmelegítik. Belegszik. De én is hallottam, hogy van valahol a rakparton, valahol egy lefújó, ahol termálvíz jön. Termál illata van. Aki megszagolta, ott meg belenyújtotta a kezét, az azt mondta, hogy nagyon tiszta, és hogy termál illatú. Gellértből jön. De most mi van ott? Túls, tehát nem, a medencében már nem fér el, és akkor kiengedjük a Dunába, vagy hogy? Hát, szerintem azt nem folyamatosan cirkuláltatjuk, illetve amit cirkuláltatnak, azt idő után
le is eresztik, aha, tehát hogy valószínűleg nem az van, hogy mindig csak szűrik, fertőtlenítik, hanem leeresztik időnként a Dunába, és akkor így az lehet. De miért nem palackozzuk, adjuk el a külföldieknek? Hát mert abban túl sok popsi beleázott már szerintem, tehát hogy így nem biztos, hogy innen belőle. Az nem a izéből jön, szerintem. Szerintem az a fürdőből, Hát honnan tudna még jönni? Hát úgy, hogy ugye egy ilyen termálforrás. Nem volt jó ötlet, ne palackozzátok. Nem, kérlek. Nem, ha egy termálforrást megnyitsz, abból jön folyamatosan a víz. Föltöltöd a medencét, és valószínűleg van belőle pulusz, amivel nem tudnak mit csinálni. Vagy ugye hát bizonyos helyeken például magával a termálvízzel fűtik a szállodát. Igen. Tehát például Egerszalókon ugye megoldották az egészet, hogy a forró vizet engedik a fűtésbe. Na, ez most nagyon jó ötlet. Most itt meg már az valószínűleg felesleg, és akkor megy be a Dunába. Nem tudom. És mi van, ha bele sem megy? Egyébként a gellérben egyenesen jön le a hegyből valahonnan, vagy jön föl a földből. Ez egy buzgár, érted? Ott tört fel. Ott tört fel. Folyamatosan engedik ki a drága termálvizet, és locsák a Dunában? Nem, szerintem a medencéknek a vizét cserélik le. Illetve amikor lecserélik, akkor a régi elhasználtat. Na jó, de az folyna mondjuk ilyen átfolyással egy ekkora csövön keresztül, mondjuk egy medencénk 5 percig. De ez egész nap jön állítólag, ezt én is hallottam. Éjjel-nappal jön. Na most van ott két medence, azt egyszer lecseréled még egy nap egyszer, akkor 10 percig, mondjuk 10 perc egy ilyen medence, egy méter szájú csövön, az leűrül. Az 10 perc, nem? Igen. De ez egész nap jön. Ennek hát utána kell járnom. Vagy folyamatosan. Meg bennem. Hát így van. Először is teszteljük, tehát mindenképpen vigyünk. Feri, hozzá majd létsz valamilyen, hogy hívják ott valamilyen. Nem, az van, hogy beülünk a medencébe mindannyian. Te veszel egy nagy levegőt, mi megnyitjuk a csapot, és a Dunán kijössz, akkor meg vagyunk. Akkor mondjuk onnan jön a víz. Tényleg jó. Nem olyan rossz. Engedjük a medencét. Srácok, indulatok. Hallottátok? Nagy levege. Jó, húzom a dugót, jönni fog be. Az orrodat érted be. Jön a vákum. És akkor így magával ragadna az örvény. És ha kijövök a másik oldalon, akkor az a gellért, ha nem, akkor meg neveljétek fel a gyereket. Igen. Vagy az van, hogy folyamatosan cserélődik a víz. Az is lehet, hát ennek kicsi az esélye. Na miért, ha van, jön föl, földből, belevezet, medencében, másikor lejön. Na miért, abba vagyok, csak biztos, hogy egy ember nem gondolkodott ezen egy másodpercre. Aki ott feküdt. Azért, ott feküdt, csak annyit, hogy mekkora király vagy ott. De látod, mi a hallgatóink helyet gondolkodunk. Igen, tök jó. Gyerekek, fáj a bal fülem, ez jelent valamit babonába, vagy... Hát nem, egy picit igazíts meg a fülesed. Fordítva tettem föl. Nem, arra ébredtem, hogy egy ilyen belenyilaló, in fogínyből induló fülfájásom van. Ezek az értelmezhetetlen fájdalmak, ezek már így 40 felé már így... Ezek szaporodnak? Igen, amikor nem tudod, hogy mi a jó Istenért kezd el fájni. Valami... Hát ezt nem tudod, hogy merről jön. Tehát és a fület kezdett el fájni, és ráment a fogadra, vagy a fogad? Igen, egy ilyen nyirokmirigy, itt ha megnyomom ezt a bal oldalt alul, akkor onnan indul, és egy ilyen fül-füles fogas fájás van. Utána nézek, lehet, hogy ez valami álom? Már hogy, vagy még most mindig álmodom? Nem, ez még ébren, vagy ez már ébren lét. De mi van, most megszól az órám, és kiderül, hogy ezt az egészet csak álmodtam? Hát... Nem lehet? Nem fogod elmesélni másnap. Elnyira. És bejövök, és elmondom, hogy most én azt álmodtam, hogy itt beszélgettem veletek arról, hogy fáj a fülem, de még csak 4 óra 48 van. Képzel, Feri, elmesélted, hogy a múltkor a hatparton jártál, meg is jelent az műságban egyébként. Csinálj nem valami azt, nagyon szokatlant, amiből tudom, hogy ez most álom, vagy valóság. Gyerekek, ez az óráátállítás, én ezt még mindig nem tudom. Szerintem a Feri egyébként soha nem menne neked leakasztani egy élőadásba egy hatalmas pofont, hogy elrepüljél addig az ajtóig, de szerintem, ha ez egy álom, akkor belefér. Akkor úgy se fáj. De ha álom, tudok repülni is. De akkor úgy se fáj. Az is akkor jó. Akkor megütlek, ha álom, és fölrepülsz, és repülsz tovább. És én például álomban, mondjuk simán megcsinálom, mondjuk lerántom a Ferinek a nadrágját térdig, és ellököm. De ne, ha ez egy álom, akkor megcsinálhatjuk, ha nem álom, akkor... Én meg rápattanok a hátára, és lovacskázom. Nem, te repülsz az én pofonomtól, azzal kezdtük. Igen, és felrepülök úgy, mint tegnap a drón a Fradi pályára. Óraátállítás, ez én nagyon szenvedek még mindig ettől. Egy hét is elmúlik. Igen? Igen. Én szeretném ezt az órát visszaszerezni valahogy. Ha kell, betörök. Vagy embert is ölök, tudja. Ha kell, embert is ölök. Nekem kell az az egy óra, amit elvettek. Hát ez nem egy élhető világ, ahol így elvesznek egy órát. Én vissza akarom azt az egy órát szerezni. Feküdj le korábban. Fél 11-ig megint hánykolottam. Mert ugye a kicsi szervezetem jelzett, hogy Bali, még ne pihenj, fél 10 van, kisgazdám. Miért akarsz aludni, kisgazdám? De te fél 11-kor már alszol. Micsoda? Én 4:10 korányba voltam. Ne. Hát itt rend van és fegyelem. Hát érted. Nagyon ügyi van. Hát én nem tudok délután aludni, általában annyi minden dolgom van, úgyhogy nekem muszáj korán aludnom, és akkor viszont bírom az egész napot.
ha 11 évfél körül feküdnék le, akkor, akkor rendben lenne, csak akkor le kéne feküdnöm délután. Ne felejtsd el felé, hogy a cél 5 kiló edzés, illetve 5 kiló izom. Na most ahhoz kiegyensúlyozott táplálkozás, megfelelő edzéstel és sok pihenés kell. Ha, így van. De hogy honnan tudnám ezt az egy órát visszaszerezni? Hétre jössz. Én adok neked felet. Adsz egy felet? Adok neked nekem felet. Nekem nagyon felet kevés van, én nem adok. Ez egyszerűen valami hülye ezt évszázadokkal ezelőtt kitalálta, valami elmeroncs, aki nyilván már nem él, és én meg ettől még mindig szenvedek. Nem, a gyerek is 10:30-kor aludt el még mindig. És ugye mi van, reggel nem lehet kirobbantani az ágyból, hogy menjen a vadába. Ne, délután. Mondd meg az óvónének, hogy ne engedje Benit aludni délután. Hát ez egy félképpen lehetséges, ha bemásznék az ágy alá és szórakoztatnám. És lögdő, itt van apukád, ne aludj! Az a baj, hogy ez annyira tetszene neki valószínűleg, hogy elvárná már később is. Tehát, hogy késő délután is, és kora este is, hogy szórakoztasd így. Nem, mert ha egy délutáni alvást kilöksz a rendszerből, akkor ugye ő is korábban le fog feküdni aludni, hiszen fáradt lesz. Igen. 8-kor, 9-kor már alszik, és ott visszaáll. Tehát onnantól kezdve már ő is ráállt az új időszámításra. Igen. Ennyi. Na mindegy, nem, haragszom ezért az egy óráért. Én a későbbi sötétedés miatt nagyon örülök neki. És tudod mi van? Hogy olyan, mint amikor szeretnél enni egy süteményt, nem kapod meg, hosszú ideig nem kapod meg, utána meg már megszokott, hogy nincs sütemény, leszoktál róla, és akkor eléd teszik. Most októberben utána vágják ezt az egy órát. Hát addigra már megszokom, hogy nincs órám, érted? Igen. Már éppen átállok, erre mi van? Jön megint valami félbolond, és azt mondja, hogy tessék Bali, hát az órádat hiányoltad, visszaadjuk. És kinek kell már akkor az az óra? Addigra már nekem ez nem kell, mert megszoktam, hogy nincs. Érted? Hát próbálja feldolgozni. Nem, a süteményes analógiában ez nekem nem volt meg, de például ilyen nőelvonási tüneteim a seregben voltak. Tehát, hogy ott már majdnem bemelegettem, de aztán igen, leszereltek. Tehát már majdnem hozzászoktam, hogy csak férfiak vannak, és kezdtem így nézegetni a lányosabb arcuk, őrmestereket, és akkor így aztán végül leszereltek, és akkor az lett a vége, hogy akkor megint visszapillant. Na látod? Ugyanez a hasonlat. Úgyhogy nem egy igazságos történet. Minden egyes I betűnél, meg A betűnél hasogat a fogam. Próbáld meg őket kihagyni. Így van. Jó. Mostantól nincs I betű, jó? Ha I betűt... Tessék? Igen. Megint fáj. Jaj. Gen. Ja, látom, gen. Hogy rángatok. Gen. Most gen fájt. De az A-nál is fáj. Az ühümöt. Nem lehet, hogy a bölcsesség fogam? Megvan. Hát... Gen. Nem ott, hogy ühüm. Igen, nem lehet, hogy bölcsesség fog? Mondjuk, ugye ez egy erős ellentmondás lenne. Az nagyon kellemetlen lenne. Volt, jött már valakinek ki? Nekem nagyon nagy szerencsém van a bölcsesség foggal, mert csináltatunk egy pár évvel ezelőtt egy fogröngent, egy ilyen panoráma röngen, és akkor kiderült, hogy nekem már szinte teljesen kijött a bölcsességfogam, rettentő rossz helyzetben van, aha, de mégis szerencsés egy picit, hogy egyébként merőlegesen nekinő oldalról az alsó fogsoromnak, viszont nem éri el. Tehát gyakorlatilag így el van benne egy feküdő, mint egy ilyen felborult menhír. De miért csinálja azt? Nem tudom. Így gyakorlatilag vízszintesen nem. Azt mondták, hogy ne nyúljak hozzá, azzal jobban járok. Kihúzatni azt nem is tudja, mert ugye nem jött ki. Igen. Ja. Nem műtetem ki. Vésés. Így szépen el van itt feküdve itt a fogínyemben itt oldalt. És az mikor jön ki, ha már érzi a testem, hogy elég okos vagyok? Hát... És megjeleni? Azt mondja, Bali... Kis gazdám. Most. Nálam kibújok. Ez hosszú távú projekt lesz. Érzem, hogy okos vagy, kibújok, és akkor kibúj. És akkor jön. Jelzi. Vagy ez csak úgy egyszer csak kijön? Hát szerintem ez egy ilyen hosszú távú történet. Szerintem az a fog, ami sokkal tovább fejlődik, mint az összes többi szia. Ja, bocs. Ez egy álom, vagy a valós? És mi van a másik hárommal? Milyen másik három? Hát nincs több bölcsesség fogad. Ja. Egy van. Nem, szerintem. Hát a kettő van. Vagy kettő, igen. Bocsánat, igen. Akkor hol a második? Hol a második? Hát még hülye vagy. Én még csak fél mondjuk okos. Az igaz. Még csak fél okos vagy. Aha. Majd ha megokosodsz, akkor fog kijönni. Ha egész okos vagy, akkor jön. Igen. Mennyi izgalmas kérdés. Ugye? Mindez Bali álmában, ahol még vagyunk jelen pillanatban. Nem lehet, hogy csak a Benny egy játékot elhelyezett a párnád alatt, és az nyomta egész éjjel a fejedet. Figyelj, a Benny annyi mindennel alszik mindig. Nektek is a gyerekbe cipel egy csomó mindent az ágyba? Nem hát figyelj, tegnap két befőttes gumival próbált elaludni. Hát az még hagyján, nálunk 75 ilyen plüss figura van fölhalmozva a végébe az ágynak, de ebből... Matchbox, Lego... amit ugye mindig kiveszünk a kezéből, nehogy lenyelje, mint tudom én, most vannak ilyen műanyag pókjai, szöcske műanyagból, rovar, mint a pók műanyagból, azokat is beviszi. Minden. Mi ez az érdeklődés az állatvilág ezen szegmense iránt? Nem? Tehát, hogy egy aranyos plüstigris az oké, de egy pók?
pókkal alszik. Van neki kis műanyag póki, nagyon szereti az állatokat megölni. Úgyhogy műanyagból van egy póki, amit minden este meg tud ölni. Fia, hagyják a hangyáink azok ordítva menekülnek, ha meglátják, hogy megjött a kis admirális, mert tudják, hogy óriási taposás lesz, úgyhogy a hangyák felüvöltenek és menekülnek, amikor jön a Benni. Én szeretem nagyon ezeket a plusz jószágokat, mert nálunk is, hogy a fel volt halmozva hosszú idő keresztül az ágy végén, most is van még egy-két darab, és mindig melegítették a lábamat, tehát én azért hálás voltam a virágnak. Ja, hogy a te ágyad végén. Persze, de szerettem, mert melegítette a lábamat, úgyhogy nem volt vele különösebb probléma, csak fura, tehát mindig arra gondoltam, hogy valaki most így lefotózni, és fölrakná mondjuk a Facebookra, és akkor az oldalunk, hogy hány lájkot kapnék. Nagyon sokat. Ahogy ott fekszem egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen Garfieldos szív alakú rózsaszín párna mellett. Szerintem csináltasd meg a fotót ma délután. Ja, bármikor meg kellene csinálni, mert konkrétan ott alszom így mellette. Panna ágyánál most úgy van, hogy már a fele tele van ilyenekkel. Én most mondom, hogy életke, ne pakoljuk le. Jó, így neked, az még elfér a kapat. Ja, anyukámiknál van egy konkrét ágy, ami gyakorlatilag tele van, de olyan mennyiségben plüss állatokkal, meg lényekkel, meg mindenféle ilyen kis játékkal, hogy egyszerűen hihetetlen, nem lehet már ráfeküdni az ágyra. Van rajta, vagy mit tudom? 60-80 darab biztos. Mert ki nem dobjuk. Hát persze, tovább nem ajándékozzuk. Nagyon fontos, igen, soha nem ilyen. Mi van abban? Ja, hát hogy milyen állatok vannak bizony, abban? Bizony. Hú, gyerekek. Na mindegy. Ilyen nagyon kedves atka családok élnek benne. Már is már barátaim. Igen, és már hogy hívják, már gyarmatosítalak is. Ennek egyik játékra a másik. Nagyon durva. Jaj, mindenképpen mondani akartam, ha már szóba került a Facebook, hogy 243.943-an vagyunk. Iszonyatos mennyiséggel nőnek. És mi nem veszük. Ja, hát pláne. Jó, hát szerintem ma meg lesz a 244 000. Nagyon jó. 200, érdemes hozzánk csatlakozni a Facebookon, egy csomó extra tartalom van. Hétvégéről vannak fotók, hogy ki hol hétvégézik, ki mit csinál, töltünk föl pluszba dolgokat, úgyhogy érdemes. Csak önöknek. Igen, csak most. Érdemes minket a Facebookon is lájkolni egészen nyugodtan, aki még nem tette meg. Na nézzünk egy-két SMS-t, ami drága hallgató, hogy miket írnak így kora reggel. Szabolcsban vagyok, egy hótoló jött velem szembe, Tipcsi írja nekünk. Tipcsi, valószínűleg teljesen nagy kollektív álomban vagy velünk együtt. Nem sokára felébredek, és mindenkinek elindul az igazi élete. Ez most még bali álma, amiben az egész hallgatótábor és mindenki benne van. Még alszunk. Ez hihetetlen. Egy kollektív, éjjel egy óra van, és mindenki alszik. Hihetetlen, ebből is látszik, hogy itt a tavasz. Tipcsi már ilyen korán reggel fél hétkor Szabolcsban van. Hát óriás. Figyelj! Igen. Nem lehet, hogy a hótoló már összre masírozna? Már őszre készülnek. Hát nem, most mennek lefeküdni. Gyakorlatoznak. Visszamennek a helyükre. Éjjel egy óra van, a hétfői morning show-t hallgatom el alvás előtt, de vajon milyen beteg álma lehet most Balázsnak? Írja, hogy hallgatom. Igen, hát nulla óra. Voltunk akkor. Az íre meg az ára érzékeny. 0 óra 56-kor elküldte ezt nekünk. Bali, fáj a füled, ez már a B oldal, írja nekünk egy hallgató. Köszönjük szépen. Szadán a főúton autó motorost gázolt, Gödöllő felé tartó sávban, torlódás kezd kialakulni. Ja Istenem. Szada, kiért a Tibi? Azért kérdezem, remélem nem a Tibi volt szegény. Bár bárki volt annak rossz, de hogy reméljük nem a Tibi volt, mert ő ugye úton van ide. Sziasztok, beteg vagyok, tudtam volna 10-ig aludni, de én inkább veletek tartok, mert a fejembe vettem, hogy én leszek a nap hallgatója. Ti vagytok a példaképeim. Hajrá! Hajrá, ez még kevés. És jobbulást. Így van. Jaj, nem áll, ma megyek fogorvoshoz, írja valaki. Hát igen. Egy jó fogorvos, ugye? Bizony, az nagyon lényeges egyébként. Én elég régen belenyúltam már a tutiba, úgyhogy nem panaszkodhatom. Mi nagy mellőfogorvosod van? Vagy mi, hogy lehet, hogy fogorvosod belenyúlni a tutiba? Nem tudom, miért erre. Nem, nekem akkora kínszenvedés a fogorvos, hogy én nem tudok belenyúlni a tutiba, ha csak egy fogkőleszedésre megyek, se tudok belenyúlni. Tehát mivel tudtál belenyúlni a tutiba? Ha már rákérdezte, egyébként igen. Tényleg? Nagyon kedves, nagyon helyes a fogorvosnőm van. Aha. És nem mellesleg egyébként, nagyon jó szakember is. Aha, nem mellesleg. És amikor pont behajol, akkor pont úgy hajol be, hogy ott be tudsz nézni? Nem. Kicsit a vágásban, nem? Nem, nagyon bakít, ugyanis. De van ilyen, hogy megkérdezi, hogy melyik fájdalomcsillapítót akarod, a természeteset vagy az injekciót? Nincs ilyen? Nem, és akkor... tudom, máshoz egy kapcsolatban él. Jó, és te is. És ráadásul az egész család hozzájár. És ráadásul egyszerre szoktunk menni. És ráadásul hallgat is. Igen. És ráadásul kezdjük másfél fejjel magasabb nála. Hát ez pont jó magasságban van. 1.72. Hol volt az baj, hogy másfél fejjel magasabb? Nyilván persze. Hol baj az? Mennyinek tetszik lenni? És
melyik fájdalomcsillapítót szeretnéd? A természetes. Na, ezek kicsit túl gondolod. Vagy pedig legközelebb. Megváratom, még ez a sztori egy kicsit leülle, pedig csak utána mehetek be felülvizsgálatra, de fél év mulatonul leszedetni a fogkövet. Az én fogorvosomnak is nagyon jó melle van. Igen? Akkor most csatlakozom, csak az enyém férfi. De hogy egyébként... De csináltatott vagy? És mindig, amikor kicsit megszurfáj, akkor így oda vesz merre engem is, és ugye elringat. Nem csináltad, ott nincs benne implantátum, természetes mellé vannak. Te jó. Nagyon durva. Ha fáj neki, kicsit mindig belekapaszkodom. És így megszorítom. De hát ez mi egy ilyen bizalmi kapcsolat. Jó, értettem. Tudom, hát ez tök fontos, érted? Hát szerintem azért nagyon fontos az, hogy az ember ismerje, kedvelje, szeresse, nyíltan közel legyen az ember, az, aki a szájában turkál. Nem? Hát az egy intim dolog, igen. Na jó, van, drága hallgatók, lehet jelentkezni játékra. Jó, egészen nyugodt, ahogy állunk? 1-0 a hallgatók javára, egy 7 éves... Ja, hát igen, János. Tegnap. Ki csinált egy 7 éves? Hát, bizony, kibeleztek keményen. Ki? Nem baj, visszavágsz ma, jó? Így van, ne. Bárki jelentkezhet játékra, jó, egészen nyugodtan. Mi pedig jövünk a hírek után. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt kívánunk, hello! Hello, srác! Hello! Gyerekhetünk van? Hello, Dominik, hello! Sziasztok! Hello, Dominik, figyelj, egy kicsit halkítsd le a rádiót, vagy ha család is drukkol neked, meg hallgat téged, akkor viszont gyere egy kicsit arrébb, jó? Hogyha tudsz. Már lehalkította anyukám. Anyukád lehalkított. Hány éves vagy, Dominik? 10 leszel, hoppá! Hétfő kedden gyereknap, ezt mondtuk, persze nem lesz ez mindig így. Dominik, suliba éppen? Igen. Mi az első óra? Tesi. Hát az jó, a legjobb. És van tusolótok, vagy egész nap lehet ülni a saját izzadságotokban? Egész nap lehet ülni a saját izzadságotokban. Na, hát az egy korrekt válasz volt, egy korrekt kérdése. Az sokkal jobb, igen. Kivel szeretné játszani, Dominik? Ferivel. De jó, Ferivel. Apukád alfás? Igen. Komolyan? Milyen alfája van? 166-os. Szegény. Nekem is az volt. Nem ilyen rohadék vagy. Szegény apukád. Nem szegény. Szegény Dominik bácsi. De hogy mire, tartozott neki valaki, és nem tudták odaadni KP-be, és megkapta ezt a kocsit? Nem, ezt választotta, mert tudja, hogy jó és szép. Ennyi. Talált az útszélén, benne maradt a slusz kulcsa, nem volt rajta rendszám, főrakta rá sajátját, aztán azóta használja, vagy mi történt? Ja, eldobálták, igen. Nem, hát vette. Aha, jól van. Beszemetek pénzért adták. Gyerekek, annyira szánalmasak vagytok már ezzel, hogy... Keresztapámnak meg szerviza van hozzá. Na, látod, keresztapám húzogatja a apját, ez jó. Van egy villáskulcskészlet. Nem húzogatja azért a keresztapja az apját, hát azért miért kéne. De nem úgy volt, hogy vett egy Dacia Logant és adtak mellé egy alfát? Nem. Kulcstartónak? Dominik, csak gonoszkodunk, nem apukáddal gonoszkodunk ám, te nagyon cuki kisfiú vagy, hanem mi a Ferivel gonoszkodunk, akinek szintén alfája van, és az ő vérét szívjuk ám, úgyhogy nehogy aztán... Nehogy beüljön apa az autóba, ezt megpróbáljon vele idejönni, úgysem megy. Igen. Szóval nem veled gonoszkodunk ám, a Ferivel gonoszkodunk. Dominik, figyelj ide, kivel szeretnél játszani? Ferivel, már mondtam. Mondta, hogy na, mondta is. És most? Ne szentel engem, büdös körök. Mi az, hogy már mondtad? Jól van, oké, indítjuk az órát, jó? Legyél ügyes, Dominik, ha megvan az ajándékcsomag, akkor nagyon fogunk örülni, jó? De ne legyél passzív, mert már tegnap is volt egy majdnem passzív játékosunk, jó? Jó. Jani? Na, akkor figyeljetek! 3, 2, 1, fire! Tudod, mi az a passzív, Dominik? Tudom, hát. Rendben lettem téve. Piros színű az alfátok? Szürke. Szürke? Szürke, jól hallottad. Jó, akarsz kérdezni? Jó. Persze. Tessék. Hallottam, szeretsz főzni. Szeretek. Mi a kedvenc ételed? Rántott hús, neked is? Én is szeretem. Szereted? Jaj, de jó. Szokott kérdezhetek? Apa szokott főzni? Szokott. Kérdezhetsz még?
meg voltunk ott az Alfa találkozón Komáromba, anyukámmal van is egy képet. Amikor én is ott voltam? Akkor. Akkor voltál? Akkor. És jól érezted magad, Domini? Nagyon jól. Nagyon jól. Jól van. Hát még ki is festették az arcomat. Ó, Dominik, szuper ügyes vagy! Aj, Dominik! Király! Ügyi nagyon vagy. Profi voltál. Köszönöm szépen. Bizonyám. Mondjuk most egy picit azt várt, hogy te meg csíra voltál. Meg egy kis kecsek vagy. Őszintén. De úgy is, hogy mi alfások tartsunk össze. Ennyi? Így van, Dominik. Ez az. Az alfásvér, látod? Öröklődik. Majd felnősz és megváltozom. Nem hiszem. Dominik, ügyes voltál. Küldjük neked az ajándékcsomagot. Jó? Jó. Meg apukádnak egy imbusz kulcskészletet, jó? Jó. Csáó, Dominik. Hello. Vigyázz magadra, ügyes voltál. Nagyon küldjük az ajándékcsomagot, ügyi vagy, csáó. Tartsatok ki a minőség és a szépség mellett, szevasz. Hello, Dominik, csáó. Jaj. Hát nagyon talpra esett kis kölyök volt. Volt. Nagyon. Nagyon büszkék lehetnek rá a szülei. Igen, hát nem volt egy flott játék, de megadjuk. Figyelj, ügyesen kerülgette el a csapdákat. A másik meg az, hogy hát persze, ő kereste a szavakat, de nem volt vele gond. Igen. 4 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek után pedig itt vagyunk mi is. 7 óra, múlt 8 perccel egészen pontosan jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Jó reggelt kívánunk, kedv van, és mi van? És elsője, április. Elmúlt a március, bizony. Így van. Elmúlt a március, április van. Most már, ez most már mindenféleképpen tavasz. Vagy nem, vagy mi? De tudod, amikor még van 6 másodpercet, amit ki akarsz tölteni, és mondasz valamilyen ilyen, és szépen repülnek a fecskék. És ha valaki még esetleg nem köszöntöttünk fel ma, annak mindenképpen nagyon kellemes reggel, kellemes névnapot, boldog születésnapot már annak, aki ünnepel, aki nem ünnepel, annak természetesen nem kívánok semmit. Jó, milyen reggel. Névnap van ma, gyerekek? Mi van ma? Hát figyelj, megmondom én neked, nem tudom. Legalább korrekt vagy. Ne, Hugo. Hugo? Hugo. Nincsen most... Hugo nevű az országban. Dehogy nincs. Van. Horvát Hugo? Például. Kis Hugo? Ha-ha. Nagy Hugo? Hugo. Nem, mert ugye... Nem volt Hugo nevű ismerősöm soha. Ugye nem mondtam, is ismertem a... olyan embert, akit Hugónak. Én sem. Egy víziló, de hát az ugye inkább... Hogy örülnek most a Hugók? Igen, de hát Hugo a víziló, hogy ez klasszik. De hogy ugye elmondtam, hogy mindig tudunk valakit köszönteni valami dal formájában, minden nap van talán egy-egy olyan névnap, de Hugóra most így nem jutott eszembe semmi, hogy a Hugóknak mit tudnánk leadni. A Hugóknak most nem tudunk leadni semmit. Azon, hogy én a vízilóakkal vagyok, nem? Annak a zené. Atya úristen. Hugo. Hát az autópálya matricát tudsz neki venni a Hugon keresztül. Igen, vagy, hogy felköszöntetném a Hugom, ha lenne. Hát ezt le tudom nekik adni. Na mi ez? Nem, már fel van valamik videó megosztol? Én nem kedvelem azt a filmet annyira. Minek fizettek előre? Nincsen főcím benne, vagy nincs? Mit? Terence Hill, magyar hangja Szersény Gyula. Terence Hill? És Bud Spencer, Bújtor István főszereplésével bemutatjuk az Én a vízilovakkal vagyok című. Így kívánunk minden Hugónak boldog névnapot, drága Hugó hallgatóink. Én ezt a filmet nem néztem meg, nekem ez már sok volt. További magyar hang. Milyen jó zenéje. Mondom a színeket, csak hogy mekkora Joe Bugner is játszik benne. Ő egyébként csak mondom egyébként, hogy ő magyar származás és kiváló ökölvívó volt. Igen? Nagyon jó. Igen. Ahogy mondod. John Nord, Mick Schnutz és Kosi Schmidt is játszik benne, valamint Joseph Szűcs. Igen. Na, csomó jó, magyar van két olyan színész óriás mellett már minek még több nagy szereplő? Mik a zenéje, Zseni? Gyerek, jobb kedvem lesz tőle. És a képen egyébként az történik, hogy Terence Hill bringázik. Egy szafari parkban bringázik, és a zsiráfok meg nagyon furcsán néznek rá, tehát nagyjából ez történik. Pont most olvastam róluk egy cikket, így volt valamelyik oldalon, nem tudom miért, hogy mi van velük. Meg hogy... Na és mi van? Hát Terence Hill nagyon oda van szegény. Terence Hill nagyon oda van, igen, ő egy 20 éve ugye elveszette a fiát, és ezt valahogy nem tudja túl
élni, nyilván teljesen érthető okokból, abszolút tehát depressziós, rossz kedvű, és hiába próbálja a család, ugye segít, egy lépjen túl rajta, szörnyű ez a dolog, tragédia megtörtént, de hogy egész egyszerűen próbálja elengedni ezt a dolgot, hát 20 év eltelt, hogy próbálja meg normális életet élni, nem megy, kicsit drinkel is. Sajnos, igen. Bud Spencer pedig, ugye hát Carlo Pedersoli immáron ugye 86-87. Életévét nyomja, ő Rómában él, és könyvet ír. Könyvet ír, hogy miről azt nem életéről, tudom. Életéről, meg a filmezés gond. Hát mert ott másról. Picit belealudtam a cikkbe, de hogy... nagyon fölkavart. Nem, egy olyan hosszú összeállítás volt róluk, én nem tudom, hogy azért, mert most évforduló volt, hogy 30 éve dolgoznak együtt, vagy a különmendűbe jövünk, kettőnek volt a 26. évfordulója, nem tudom. De hogy egy ilyen, mi van velük, milyen filmekben szerepeltek együtt, üzengetnek egymásnak, kedvelik egymást, és milyen tervekkel állnak így a jövő előtt. És ő írja, vagy diktálja? Hát állítólagosan ő írja. Egyik se lehet gyors. Tehát ő az, aki... azok a pofonok, hogy indította meg egy 50 éve? Nagyon, hát nagyon. És iszonyatosan Schneidig volt annak idején. Tehát amikor a vízilabdázat... Schneidig? Schneidig. Hát akkor. Most én visszahoztam jó, filmben, egy régi szó. Filmben már nem látta Schneidigon. Hát igen, igen. Kifejezetten jó képű, jó felépítésű fickó volt. Egy igazi ilyen minden nő álma. Komolyan. Nagyon jól nézett ki. Már Bud Spencer? Aha. Ja persze, hát ő ugye igen, amit te is mondasz, judozott, meg vízilabdázott, minden csinált. Na mindegy, jó van, szóval akkor a húgóknak így köszöntünk, vagy kívántunk boldog névnapot. Minden reggel írjátok meg, milyen névnap van, megpróbálunk valamit kitalálni, akinek valami eszébe jut. Igen, Terencio most volt 75 éves egyébként. És még mindig vakítóan kék szemei vannak. Mondjuk nyilván miért ne lennének, nem? Hát, hogy most ugye, tehát ezt most úgy mondtam volna, és még mindig nem színes bőrű. Még vannak, ugye? Hát, és 75 éves, és még mindig nem afroamerikai. És még mindig elkerült a zöld hályok. A kék szemét. Hát így van. És Bugner József pedig 64 éves. Na, csak így mondom. Egyébként jól emlékeztem rá. Bugner József egyébként Joe Frazerrel és Alival is boxolt annak idején. Hoppá. Az azért kemény lehet. Az hát, érted, főleg egyszerre kettővel. Hát ez milyen sport. Na jól van, nézzünk közlekedési híreket. Mit írnak a mi hallgatóink, mi van velük, ki, hogy ébredt, hogy indul minden háztartás. Mi van? hogy indul a reggel a magyar háztartásokban, kinek mi fáj, kinek van jó kedve, kinek van rossz kedve. Szeretnénk egy kicsit bepillantani a hallgatóink háztartásába, hogy mi is a helyzet. Ugye Gruber Hugót írjátok még nekünk, sokan így van, köszönjük szépen. Ugye ő is benne van igen. Ebben a filmen nyilván. Na, Budakeszi út jól járható, kevés az autó. Biztos úr, ha meglát, integet, én is, de tovább megyek. Munka van, nem lazsa, majd délután jövök haza. Biztos úr, kitartás, Klassz FM-en ezt mondják. Ó, hát erre ráfutottam. Beszépen elolvastad. Mentségemre legyen, szóval nem jelöltem. Trafi az M1-esen Győr felé, 65-ös kilométernél az aluljárón. Andi küldte ezt nekünk. M3-as Debrecen felé a 139-esnél a felüljáró után trafi, egy szürke civil autóban Zsolt küldte nekünk. Zsolt, köszönjük szépen. M7-es 42-es kilométerénél készülnek fotózni, és a 82-es 83-as kilométer között, szintén az M7-esen Budapest felé, Kisteher az Árokban. A vadvédő kerítést is kivitte. Apám szerint nem az a jó sofőr, aki padlóig tudja nyomni a gáz, hanem aki meg is tud állni. Mi van, ma mindenki ilyen bölcs? Tehát ma mindenki így kommunikál velünk, hogy apám szerint ne hajt ki a fecskéket, ha tudsz, viszont menj rá a gólyára is. Mi ez, tudod, ez a... Ez a nesze semmi fog meg jó. Na, kuc. Szerintetek el kéne majdnem egy tüdőszűrés? Dehogyis. Nem. Félrenyeltem egyébként. Már később. Egy kakaós csiga darab belement a tüdőm. Éve, ne tarts fel őket. Cigány útra ment egy kis kakaós csiga? Most megint miért vagy rasszista? Roma útra. Tényleg miért kell megint nem, hihetetlen vagy. Pozsonyban a Dunahídon baleset, teljes útzár, ezt Pacsker küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, és ha már ez egy ilyen pozitív nap, igen, akkor elmondanauk. Igen. Jaj, te nagy baj van. Hogy van egy jó hírem, de nem nektek. Ja, akkor jó. Akkor kiállj. Menjünk. Akkor mi is fel leszünk dobva, úgy érzem. Van egy jó hírem, de nem nektek, hanem a bálnáknak. Nagyon sok bálna hallgatók van. Bali reggel megint LSD-zett. Tudod, LSD Bali, elarohadt életbe.
Mi van, Bali? Megint LSD? Jó hír a bálnának. És a bálnáknak. Nem egy bálnának, az összesnek. Ugyanis képzeljétek el, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül ugye a japók, ugye, ugye azt mondták, hogy kutatási céllal tudnak bálnákat vadászni, és több száz kék bálnát, meg mindenféle más bálnát leöltek mindenféle nemzetközi vizeken, és a Hágai Nemzetközi Bíróság hétfőn elrendelte, hogy Japán hagyjon föl az Antarktisz vizein folytatott bálna vadászattal. A bálnák terelték be a japókat? Igen, polgári peres eljárás. Igen, másodfokon nyertek a bálnák. És ugye ez azért érdekes, mert az ausztrálok is nagyon elvetődik. Mert eddig se voltak bálnák. Hogy 20 év egy darabot nem találtak arra. Hogy az ausztrálok ugye még 2010-ben fordultak az ENSZ legfőbb bírói szervéhez, hogy hát a tudomány égisze alatt elvégzett kamu bálna vadászatot végre fejezzék be a japánok, mert nyilván az, hogy te tudományos célra vizsgáld a bálnákat, ez nem kell leülni több száz bálnát egy évben. Ugye a Nishimaruval, meg a Yoshimaruval, hát volt egy kedvenc sorozatom, nem néztem, az döbbenet volt. És 12 tag határozott mellette, négyen nem foglaltak állást, nem tudom mitől féltek egyébként, kimondták, hogy abba kell hagyni a bálna vadászatot. Aha, de ez csak a déli sarkon? Ez egy nagyon nagy dolog. Nem, Japán most abszolút föl kell, hogy függessze. Tehát abszolút föl kell, hogy függessze a bálna vadászatot. És a Csendes óceán déli részén is vadásznak egyébként bálnákra, de most fölfüggesztették velük, nem foghatnak ki több bálnát jelen pillanatban. És azt mondta a japán kormány, hogy ők ugye nem értenek ezzel együtt, mert ugye ennek kulturális ugye tulajdonképpen hagyománya van, de hogy elfogadják a Hágai Nemzetközi Bíróságot, és felhagynak a bálna vadászattal. Igen, mert japán megítélése szempontjából szerintem ez mindenképpen egy pozitív lépés. Nagyon sokan felkapták ezeket a híreket, és akik addig szimpatizáltak Japánnal, azok is egy picit így, hát nem is tudom, így felülvizsgáltuk a saját hozzáállásukat. Nem volt ez jó dolog, meg felesleges. Mi lesz most a Greenpeace-el? Mit fognak csinálni? Nem tudnak üldözni? Vagy azért az megmarad, hogy így ezek kergetik egymást a óceánokon? Majd ott lesznek a jeges medvék. Következő szép cél. Azt mondják, hogy azért nem zavarja őket a bálnavadászat, mert hogy több ezer van az óceánban, meg mindenhol, az a pár száz, az miért lenne baj, mondja a japán kormány. Meg kipusztulnak csak ezért. De hát ez az, hogy több száz egy idő után, akkor utána viszont már ugye több ezer. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt most hallják-e a bálnák. Kiabáljál nekik, légy szíves. Nem tudod lefordítani bálnára? Dehogy nem. Hát ez nem bál. Mély a bálna, a bálna ez nagy test. Ez már delfire kombináltunk. Ez a vízben teljesen másképp szól. Jaj, de hülye vagyok. Azt hiszem, hogy nincs-e bálna hangom, de nincs már semmilyen hangom. De nagyon jól hoztad a bálnát. Nem, ez delfin volt. Vagy jól hoztad a delfin. Áll, picit átmentem szilárdszertbe, de hogy... Várjál, találtam bálna hangod. Ja, nem. Na, beteg. Adam, hogy furán van nekem feliratozva. Figyelj, hogy a hágaiak azt gondolják, hogy ez az állat, aminek a hangját az előbb megmutatott, ez a bálna, akkor szerintem nem lélegezhetnek fel az igazi bálnák még. Tényleg nincs bálna hangom? Nincs. Jó, akkor üzenek nekik, jó? Jó. Ja, SMS-t írsz. Tessék? SMS-t küldesz nekik? Nem. Adok bálna hangot. Aha. Jó. Na, figyelj. Kicsit bombasztikus. Jó, oké. Kicsit túl vájpolva. Na figyelj. Na. És zenélni is tudnak, látod? Kedves bálnák. Mostantól nem vadásznak rátok. És mi csak egyetlen csillag vagyunk a te útrendszer több százezer csillagok közül. És az űr végtelen csendjében... Nem, basszus, planetárium. Válaszolt. Ja, ha mivel harsonám? A szájához emelte. Hallott? Ha, válnok. Papi. Köszönjük, papi. Egyébként a zene alatt ezek igazi bálna hangok. Hol? Az. Aha. A francokon. Igen, akkor ez a bálna, ez szerepelt az X-faktor, vagy az izével, és az X-faktorban meg is nyerte. Ezek igazi bálna hangok. Aha. Tehát ezt hallod a víz alatt, én tudom.
hiszen már sokszor hallottál már hát beszélni. Szép, nem? Mindjárt Jean-Michel Jarre. Erre szoktam metszeni a japán cseresznyét. És szemben nőnek? Imádják a zenét. De és ilyenkor nagyon indulatossá válsz, amikor eszedbe jutnak a bálnák, és az meg egy japán cseresznyi, és össze-vissza kaszabolod. Megint túl egyszerűen, rohadt életben megint csak a tönk maradt. Igen. Na mindegy, jó van, szóval ezt a hírt akartam közölni a bálnákkal, illetve hát pontosabban veletek, de hát ez egy pozitív dolog, szerintem ilyenekről is kell beszélni, nem? De. Okay. Ha meg most Jani a kerületben összetalálkozik egy bálnával, hát legalább ő mondhassa el neki. Nem? Hát így van. Attól, hogy messze van, meg soha nem találkozunk egyetlen bálnával se, meg hogy nem ismerjük a japán kultúrát, illetve... De hát azért mégiscsak ott vannak a tévében ezek a... Hogy hívják őket, ha kiküldözik a... Bálneológusok. Akik megvédik őket. Ja, tényleg. A Ishimaru, meg a Nishimaru. Konnichiwa. Nishimaru. Jó, igen, persze, kuroszava. Nem, a Nishimaru. Igen. A Nishimaru, és akkor van a Sea Shepherd, akik ugye megpróbálnak beállni ezekre a baromi nagy ilyen tankerhajók elé, és brutális háborút folytatnak. Én nem tudom, hogy ezt most adja valamelyik csatorna, én imádtam. 10 vagy 12 rész volt belőle, és hát elképesztő, hogy mit csinálnak. Mennek ezekkel a kis bárkákkal, helikopterekkel, mindenféle ilyen bombákat dobálnak rájuk, közben lövik őket, bűzbombákat, lövik őket vízágyúval, neki mennek, bedarálják őket, dobócsillaggal dobálják őket, szuronyokat lőnek rájuk, tehát hihetetlen harc megy a tengereken. És az adományokból vesznek majd mindannyiuknak egy-egy tengerparti házat. De rohadék. De nem, ezért mondom egyébként. A South Park is csinált róluk egyébként egy konkrét epizódot. Igen, mert nekik is egy picit ilyen felemás a megítélésük. De egyébként tök érdekes a dolog, hogyha belegondoltok, hogy korán reggel az első megszólalásban Feri a balneológiáról beszélt, már ugye gyógyvizeket hozta szóba, és most erre... pedig most a bálnákkal. Hogy rá? Na, kapaszkodnom ennyi. Kell. Na, nagyon kell pörögnem. Kettő között elhussant egy óra, de ez mit sem vesz az értékéből el. Na, amivel akartunk foglalkozni, az viszont meg már egy cikk. Egy új kutatás szerint azok, akiknek gyermekként 7-9 és 11 éves korban mért intelligencia hányadosuk alacsonyabb volt, gyakrabban kerültek kórházba baleset miatt. Magyarul, akik minél több gyerekkori baleset nyomát viselik a testükön, azok bugyutábbak a társaiknál. Állítja ez a nem túl kedves kutatás. Tehát, ha te, drága hallgató, vagy ti itt a stúdióban bevertétek a fejeteket, varták a kezeteket, törtétek a kulcsontotokat, akkor ti hülyébek vagytok, mint azok a gyerekek, akik ugye úgy nőnek föl, hogy semmiféle testi sérülés nem éri őket. Na tessék, kinek mi van a testén, ki mire emlékszik? Nézzük meg, ki a leghülyébb a kutatás szerint. De én kiszálltam, nekem érletek... soha nem volt semmi. Mondd már. Nem estél le soha malacról. Nem. Múltkor is mutogattál itt fotókat, de gyerekkori fotókat. De azért nem, mert engem rákötöttek, tudod? De honnan esett volna ki a padból? Hát az egész gyerekkorát végig tanulta. Hát. Nekem mondd, hogy soha egy... Nem mondd már! Annyira... Egy varatom nincs, egy törésem nem volt, soha rendesen rákötöttek. Soha nem tört el a kezed, nem tört el a kulcsontod, nem varták a fejedet. Soha. Nem tört el a kezed. Soha. Nem repett meg a fitymád. Az igen, de az nem olyan, nem szerintem. Nem szakadt el a féken. Szerintem az nem tartozik ebbe a körbe. Egy csúnya fékszakadás, nehogy nem már. Nem volt semmi. Nem, ti jöttök. Amikor végre rávetheted magad az első nőstét. Jó. Hát de rohadék. Akkor mondom, mi van velem, vagy mi volt velem. Hát, szerintem én leszek a leghülyébb, akkor megint. Én a május egy parkban a csúszdák alatt mentem, és bevágtam a fejemet, fölszakadt a fejem. De nem magyaráztál senki, hogy azt fönt kell használni, nem lehet? Neked ez ekkora fejjel. Nem, mert a nagymamám lehet. Lecsúsztak alul. Én nem tudom, mit kerestem a csúszdák alatt. Sielésnél eltörtem a kulcsontomat, mert kioldott a lécem, felszúrottam a botomra, Szlovákiában 3 centit följebb ment a kulcsontom, a nyakam mellett volt konkrétan, majdnem nyílt törésem lett. Ez egyébként így szokott lenni? Sok embernek van a kulcsontja a nyaka mellett. Eltörtem a kezemet, mert ráestem, kiestem az iskolapadból, mert megpróbáltam egy teniszlabdát elkapni. Mert megszédültél, hogy megérzed a Pitagorasztét. Igen. Csak mondom, elvágtam a jobb ujjamat, amin ott van, számold meg, hány öltés van rajta? Számold meg? Ne olvasd fel a Bibliát. Három öltés. Három öltéssel összevarták a jobb kezemet. Nálam viszont csoda, hogy háromig is el tudok számolni. Ugyanis fűrészeltem egy akadályversenyen egy vizes fát, kiugrott a fűrész a menetből, és csontig bevágta a kezemet. Szóval fej, nyak, fej, új, kulcscsont, nyak, igen, kulcs, kar, akkor 4-nél vagyunk, csak számolom, hogy melyikötöknek mennyi volt. 4. Igen, és mind a két kezemen fölvágták az összes
tehát a tenyeremet, ugyanis becsukta bátyám a szobajtól, én meg kinyújtott kézzel rohantam, hogy ugye megpróbáljam megakadályozni. Jó? Ezek szerint most én vagyok a leghülyébb, vagy te ezt tudod überelni, Jani? Rajtad mi van, tessék? Hát figyeljetek, nekem a kezem gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy mészárszék, ami de ennek egész más az oka. Azt mondja, hogy a kezemen szerintem itt van egy nagyon durva vágás, csak itt mutatom. Ez nem annyira durva, mint a Balázsi, mert ezen nincsen három vágást. Ennek csak az volt az oka, hogy apám mindig elbagatelizált ezeket a dolgokat, és nem vitte el miatt a sebészetre. Úgy forrt össze, ahogy forrt össze. Nagyon sok. De akkor mi vágási testvérek vagyunk. Szár. És van egy apánk a felé. A vágási felé. És nekünk is volt ilyen, hogy kiugrás, csak nálunk kiugrott a gombóc a fazékból. Na, figyelj, és azt mondja, de hallottad, hogy a vágási felé az apukán? Hogyne. Ja, csak nem volt annyira jó. Nem mindegy. És akkor, figyelj, a térdemen is van, azt mondja, hogy itt egy nagyon durva. Igen, itt a térdem. Na, itt is itt kilátszódott a csont egyébként. Ott mit csináltál? Ott mit csináltam? Elestem a hóban, és egy ilyen összetört porcelán szigetelő kupak, cserélték éppen a villanyoszlopnak mellette, ami a hó alatt hevert, az szétvágta. Aha. A térdemen a nadrágot is, meg a harisnyánát, mert a harisnyi nadrágom is volt. Hát hiszen tél. És a lábamat is. És ott sem mentünk el, és nem barradtuk össze. Nem barradtuk meg. Meggyógyul az. Iszonyatosan csúnya lett. Egyébként szerintem hát ugye van egy nagyon csúnyán törött fog a számban. Három. Ezt látjátok itt, gondolom. Hajnos még nem. Tehát, hogy amiatt van egy ilyen műfogam, egy ilyen koronám, meg egyébként meg ilyen apró cseprő, pici horzsolások, meg szakadások. Jó, az mind gyerekkorban. De ez mind gyerekkorban. Törésed nem volt? Nem. Nem volt egy jó kartörésed, egy kulcsotörésed, semmi? Nincs, soha lábtörés, nekem még lábtörésen is volt egyébként. Nem biztos, hogy annyira bánom ezt a dolgot, de nem volt. Nekem volt lábtörésem, ugyanis a kutya odapisült a linoleumra, ugye hát az egy gyönyörű szép panellakásban az a linoleum, ugye hát az egy ilyen generációs élmény a korunkbelieknek, és volt egy rövidszőrű schnauzerunk, és ez a schnauzer sokszor pisült oda a linoleumra. Igen. És az nagyon csúszós. Amikor úgy mész le gátülésbe, mint ugye Edwin Moses, csak ugye hát ő egy... Csak ő direkt kínálta. És ugye a bal lábad megy előre, és a jobb lábad az magad alá tekeredve elmegy hátra. Na hát ez történt, mert egy kanyart nem tudtam bevenni, mert Alíz így hívták a kutyánkat, ő gondolta, hogy akkor még oda pisil a linoleumra. Aha. És ugye olyan színű linoleum volt, ami felvette a pisi színt. Színváltoztatós. Tessék? Sárga színű linoleum. Sárga linoleum. Sárga, igen. Hát fehérnek indult, csak ritkán takarítottuk. Nálunk barha volt, képzelheted. Azt viszont nem kellett takarítani. Akkor most ezek szerint mi vagyunk a leghülyébbek, és a Feri a legokosabb? Nem, te vagy hattal, Jani hárommal. Nekem eszembe jutott egy, mert egy szögbe beleléptem gyerekkoromban, ami átvitte a lábamat. Ja, az nekem is volt ugyanígy. Akkor te négyel, vagy én vagyok egyel. Nekem ez volt az egyetlen, de azt is kezeltük, mert egyszer tesz szalonnát tett rá apám is. Egyszer tesz szalonnát. És nem kell elmenni tetanuszra. De miért tetetek mindenre szalonnát? Mert az jó, mert ez látszik, hogy a szalonna egészséges. Hallod, és mikor elindultál az óviba, akkor is tettek a zsebedbe szalonnát, hogy ezért legyen valami, hát az óviba nem adnak kaját. Persze, és meg hogy haza is találj, mert ott ugye csöpögött a zsír végig, és a nyomokon tudtál hazamenni. Ha csak a nap fel nem szállítottam. Ecetes szalonna. Rozsdás szög ment a lábamba, és nem kell tetanuszt adni, mert az ecetes szalonna. De gyerekek, vitte. Jézus meg. Ezt na egy, négy, hat. De nem úgy van, hogy az az élelmes gyerek, és az a jó gyerek, aki összetöri magát, aki leesik, aki megy, aki csintalan, aki komisz, aki rossz. Tehát minden gyerek, aki valamire való gyerek, az ugye benne van a rosszaságban. Az a jó, ha egy gyerek idézőjelesen jó, ha nem az első padba ül és eminensen jelentkezik, hanem össze-vissza töri magát. Igen, csak nem? Ez a felmérés nem arról szólt, hanem hogy ki lett intelligens, tudod? De ezért mondom, hogy... Ez igaz, mondjuk. De akkor úgy kérdezem, hogy nem az életre való gyerek töri magát sokszor össze? És jön, megy, és kúszik, és mászik, míg a nem életre való egyébként lehet, hogy tök okos, de ott ül az anyja szoknyája mellett, és olvasgatja a csendes dont a Szolóhoftól, nem? Hat évesen. Vagy négy. Végeztem, négy évesen. Te már négy évesen kipipáltad. Nem, ő a Feri egy mengyeleje életrajzot olva. De nem ugyanaz a kettő, hát nyilvánvaló, hogy persze életre való leszel, csak nem lettél okos, érted? Ja, mert mi, hogy a könyvolvasás helyett a csúszda alatt mászkáltunk, ugye, meg mindenfélét csináltunk, te meg nem csináltál semmit. Nem, én értettem, én fel tudtam dolgozni. Jó, a négy sebesüléseddel, de ugye középkategóriában ja, vagy. Ja, de az agyrázkodásokról, én nagyon sokszor szemettem agyrázkodást egyébként. Mindig fejjel tompítottam, ez nálam nagyon sokszor előfordul. Te viszont megtanultad, hogy nem állunk fel a csúszda alatt. Én a mai napig nem tudom ezt. Nem állunk fel a csúszda alatt, illetve ugye mi a bátyámmal játszott eresztünk nagyon sokat, és volt ez a lökjél meg, tudod. És amikor meglöktél... Az hinta. Tessék?
te úgy intelligens. Az a hinta. Ki a megekívtátok? Hintának hívnak. Te nagyon aranyos, de hogy az hinta? De ezt most kell megtudnom, hogy lökjél meg. Lökjél meg. Azt mondta, tesóm, lökjél meg. És én meg elindultam, hogy a lökjél meg. A hinta. Hinta. Hát akkor hírezzük. Hát de azért egyszer kimeltett volna a kedveletek a játszótére, mert soha. Hogy befeküdtél a csúszda alá, ott feküdtél a homokba, és nem értetted, hogy miért élvezik annyira többiek. Nem is hallottam a sikongást, de azt hittem félnek. Mondom, ne félj, Bali, te jó helyen vagy itt a csúszda alatt, itt nem lehet bajod. De közül ők nem féltek, csak jól érezték magukat, azért sikítottak a csúszdán. Amikor átszúrt a sílész. Látod, itt nem lehet semmi bajod. Na mindegy, lökjél megeztünk a tesómmal. És ugye ott az volt, hogy játszottuk a lökjél meget. És amikor ugye te meglökted, nem figyeltél, és ugye megérkezett a hinta, és álltál, ugye én voltam a kistesén, nekem kellett mindig lökjél megezni. Aha. És csak annyit mondott a testod, hogy egyszer lökjél meg, hogy egyszer és te lökjél. Meg a másodikat már arccal tompítottam. És arccal tompítottam a lökjél meget. Ez jó. És aztán még sokszor játszottunk lökjél meget. Fejlesztetek is egy... Tessék? Felle. Az mi az a felle? Fejlesztetek? Amikor van egy ilyen középen megtámasztott ilyen rút két üléssel az egyik végén. Billegőrút. Hát a billegőrút. Billegőrút. Nálunk azt fellesznek hívják. Fellez volt? Aha, fellez. Nálatok ez mi volt? Fellezek. Én mindig billegőrút azok. És akkor mindig félretetek, és mondok, hogy ne, én inkább harmadolok. Nem, fellezek. Én arról is estem le. De jó. Szóval akkor mi hülyék vagyunk a Feri okos? Ezek szerint igen, viszont ti vagytok az életre valóak. Igen, de nekem izgalmas volt a gyerekkorom. Így van. Az enyém pedig halálosan unalmas. Így, ahogy mondod. De csak azért, mert mindenre szalonát raktatok. Kicsit egyoldalú a táplálkozás, de attól az jó volt. De akkor a kötelezőt is úgy olvastad, hogy felkötöttek a szamár hátára, kihajtottak a rétre, és amíg a szamár egy kört, addig elolvastad a könyvet? Hát addig kellett melózni, ki kellett vinni a jószágot a rétre. Jószágot a rétre. Na jó, nézzük meg hallgatóinkon, mi van, jó? Kinek bibis a kalja? Kinek bibis a feje? Kinek bibis a keze? Jó, írjátok meg, drága hallgatóink, hogy ki milyen sérüléseket szenvedett már, hol van a testén árulkodó nyom egy-egy zuhanyzásnál, mi az, amire még a mai napig is emlékszik, és mi történt. Jó, SMS számunk változatlan 06. 70! 645 0000, jövünk a hírek után. 3:48, lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk, és ugye arról beszélgettünk, hogy egy kutatás szerint a sérülékeny gyerekek hülyék. Ugye minél több gyerekkori baleset nyomát viseled a testükön, annál bugyutább vagy a felnőttek körében, és annál okosabbak azok a társak, akik nem sérültek meg. Ugye arról beszélgettünk, hogy kinek milyen sérülése van. Hát Feri egészen módon nem, fura módon nem tudott mondani. Egy szög volt. Egy rozsdás szög a lábban. És mivel húztátok ki, szalonnával? Nem, a szalonnát rátettük. És kicipta a szalonna. Igen, föloldotta. Nálunk olyan szalonna van, tudod, hogy föloldja a vasat is. Ez egyre erős. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink, hogy azt kértük tőletek, hogy nézzük meg, hogy vagy nézze meg mindenki a saját testén, hogy mire emlékszik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok SMS jött. A talpamon van égési sérülés, a bátyám mondta, hogy úgyse tudom átugrani a leégett tüzet, és tényleg nem. Igaza volt. Hát ugye a tapasztalat meg az évek. Fél évig nem tudtam ráállni. A Feri azért nem sérült meg gyerekkorában, mert beült a sarokba és lement alfába, majd napokig nem mozdult. Így a Tipcsi. Háromszor betört a fejem, eltört az alkarom, a lábfejem megrepett, és rengeteg bokaficam. Peti vagyok, 22 éves, 9 osztályos tanuló. Szerintem hülyeség ez a tanulmány. 9. Peti vagyok, 22 éves, 9. osztályos tanuló. De ez a tanulmány tényleg hülyeség, Peti, engedd el. Akinek sok sérülése van, az egyáltalán nem buta. Na, nézzük még, milyen SMS-ek vannak. A vadonatúj bringámmal szlalomoztam a faluban az úton, a lókakik között, és akkorát taknyoltam, hogy a kerék ovális lett, én meg 2 hét múlva is a kavicsokat szedegettem ki a combomból és a térdemből. Apám meg jól nyakon is húzott, mert nem rendeltetésszerűen használtam a bringát, írja Csabi. Aztán egy másik SMS, nekem nagyjából mindenhol sebb helyen van, a homlokomon nem tudni mitől, az üres szobában ültem vérző fejjel. Mindkét térdemen különböző sérülés, a jobb alkaromon végig sebb helyes, ez bicikli baleset miatt, a könyökök sem úzták meg, műtötték az ujjamat, gipszelték a csuklómat, és egy kis horpadás is van a mellkasomon, állat egy asztal sarkától. Ja, a mellkasom alatt egy asztal sarkától, zseninek nem mondanám magam, de életképes lettem, így a hallgató. Aztán egy másik SMS, 2 fok hiányzik, sebb hely az államon, térszakadás, csípőben szalagnyúlás, 2 kéztörés és egy 18 öltéses kézvarrás, rengeteg zúzódás és egy szemüregcsont törés. Szemüregcsont. Gigi küldte nekünk. Mit találtál még magadon? Most eszembe jutott, hogy egyszer hogy hívják, amíg felvágtam a karomat egy
Nem direkt. Hát kicsit csalódott voltam, nem kaptam semmit karácsonyra, azt kaptam, megölöm magam. Véget vett az életednek. Nem, mert a Feri majd még egy stigolát húzzál be, akkor jó. Megpróbáltam szétfeszíteni egy szintén valamiért vonzottam mindig ezekhez a porcelán biztosítékokhoz, és az egyik meg volt reped, és megpróbáltam szétfeszíteni, kicsúszott a kezemről, és elvágtam. Jó, 6-6, akkor kettőtök. Árambanyulás ér? Ér. Akkor nekem is húzottam be egyet, mert akkor 7-7. A francban nem tudtam elhúzni. Árambanyulás, nem? Az is ér. Mi is kicsit túlterheltük a villanyóránkat, és emiatt picit kigyulladt, és de utána még működőképes maradt, de én megnéztem, hogy vajon tényleg ráz, és rázott, igen. Most ezt nem tudom überelni. Már hogy úgy értem, hogy még egyet nem gondolkodtam abba a kísérletbe, de... A talpamon van égési sérülés, ír egy hallgató, a bátyám mondta, igen, hogy úgyse tudom átugrani egy leégett tüzet, ezt olvastam. Baltát vágtam a lábamba, eltört a kis ujjam, a karom, a bordám, az orrom, betört a fejem is. Ez nagyjából gyerekkorban, de felnőttnek sem jobb a helyzet, ír egy hallgató. Gratulálunk. Igen, mert a fater tanított bringázni, de amikor elengedett, beestem az utcán parkoló busz alá, és felrepett a szemem mellett. Azóta profi bringás vagyok, írja Tamás. Hát de mindenki van sérülés. Én nem is értem, hogy te ezt hogy úsztad meg, Feri, hogy veled tényleg, hogy nem történt semmi. Egyszer rápisíltem a villanypásztorra, az is ér? Tényleg? Aha. Akkor kettő. De nem volt benne áram. Dehogy nem. Igen, és megcsapta a kuki? Meg, mint az állat. Az komoly. Darabig nem akartál pössenteni. A tesóm este kinyitotta az ágyam feletti szekrényt, rosszul csukta vissza, egy éjszaka a lassan kinyílt, és a fejemhez ruhant a jégkorcsolya az élével, ír egy hallgató. Az durva. Az elég kemény. Az ott, hát ha nincs rajta élvédő, akkor az komoly sérülést tud okozni, igen. Sziasztok, én akkor nagyon hülye vagyok, bennem több cérna van, mint egy női tangában. Írja nekünk Töki. Köszönjük szépen. Hát nagyjából ilyen SMS-ek vannak. Mindenki van valamilyen sérülés, akkor elvileg mindenki hülye, nem? Igen, csak ki jobban, ki kevésbé. Viszont akiben még mindig van cérna, annak azt javasoljuk, hogy tényleg menjen el egy varratszedésre, mert már valószínűleg indokolt. Igen. Akkor Einstein a baleseti sebészeten nőtt föl, kérdezi valaki. 40 éves, igazoltan 25 csonttörés, egy műtét, egy agyvérzés. További szép napot. Az agyvérzés nem baleset? Hát ki tudja, hogy minek a következménye. Azt a mindenit. A Feriek szalonnát tettek a szögre, nehogy baj legyen. Lisztes Ati küldte nekünk. A fejemen van a sérülés, részegen nem tanácsos fejjel arrébb tenni a mosógépet, írja Pista. Foglalkod mind a két kezdet. Az mekkora? Oké, nyugi gyerekek, arrébb teszem. Hagyjatok csak, majd én. Majd én arrébb teszem. Na jól van, köszönjük az SMS-eket. Nem kell ezekkel a kutatásokkal törődni. Mindig behozzuk, foglalkozunk vele, de szerintem a rossz csont gyerekek lesznek majd később igazán okosak. És Feri persze. Így van. Úton vagyunk még efelé. Ja, és a Feri. Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Misi, jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. Szia. Hello, Debrecenben? Így van. Na, neked eltört a lábad a néptáncon, ahogy olvasom, mit az infogatról. Igen? Hát bemelegítésnél futottunk, és egy ugrásnál rosszul érkeztem, és eltört. De ez régen volt, gondolom, nem? Hú, egy olyan 4-5 éve. Na, azóta semmi? Azóta vigyázok magamra. Aha. De akkor fel se sziszentél, csak annyit mondtál, hogy innye! Eladóan egy asszony! Hány éves vagy most? 18. 18? Azt hittem, egy bérett felnőtt férfiról beszélgetünk. Mit tanulsz, hogy mi leszel? Hát Budapestre szeretnék majd menni a Műszaki Egyetemre, villamos mellett itt szoktam. Nagyon szép. De izgalmas. Az nagyon. Micsoda bulik vannak ott? Hát ott vannak. Csak kevés a csaj. Átjárnak máshova. Sok a fóka. nem így. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Játszott élem annak? Igen. Lögd idéznek? Témába illik. A csúszda alatt fekszenek és várják, hogy történjen valami. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Na, 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 na. Ja, várj, mert megállt a gép. Figyelj! Rohadj! Na, 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 na. Ó, hát ez... Iszonyú könnyű. Na, na, na.
Mit csinálsz? Miért liet? Nincs meg. Mutatjuk még egyszer, figyelj! Na 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 na. Ákos, ilyenek voltunk. Azaz. Izgultam. Egy jó Ákost úgy meghallgatnék a hírek után. Nem hallgatunk meg egy jó Ákost, nem játszunk reggelente Ákost. Ott van kint a CD játszóban. Nem, rosszat nem szívesen, de jót nagyon meghallgatunk. Jó Ákost. Na, ügyes vagy. Köszi. Misi. Na hallod, neked bókolok. Hallom. Figyelj már. Megvan az ajándékcsomagod, és nem is vettünk ki belőle semmit, jó? Minden benne van. Jó, oké, köszi. Oké, kedveled Ákost? Hát, nem igazán. Nem igazán. Milyen zenét hallgattok ti ott? Milyen zenét? Hát inkább ilyen fesztiválosokat. Fesztiválos zenét. Szuper, nem mondjuk. Aha, te is ilyen tarisznyás vagy. Aha, jó. Miért lenne tarisznyás azért, mert szupernemet hallgat? Egyébként szupernem Szabékat imádom, nagyon jó arcok egyébként. Igen. A gitáros fiú is nagyon jó fej. Igen. Misikém, küldjük az ajándékcsomagot. Oké, köszi. Ciao, hello. Sziasztok. Hello. Szia. Na, melyik Ákos legyen? Tessék, ma ez egy ilyen nap. Na. Előkelő, idegen, szeres, így érintő, utazó. Legyen. Egy bonanza? Nem. Gyerekek, egy jó bonanza. Nem bonanza legyen, hanem azt Ákos. Ákos legyen már. Na. Jó, akkor jó Ákost kiválasztunk. Jó? Legyen mondjuk a vincörny. Ja, az nem Ákos. Várjál, Dóli. Figyelj, azt mondja, hogy... Kiválasztunk valami jót. Annyira reggel nem hallok Ákost. De az ilyenek voltunk is, hogy a 97-es dal, ezzel indult a Zenetévé egyébként. Nagy dal volt. Az ilyenek voltunk, indult a Zenetévé, igen, 1995. június 27-én, és ez volt az első, ugye magyar klippel induljon a Zenetévé, és akkor Filip ott volt, és akkor Filip mondta. Tényleg, hát Ákos. Filip mondta? Mit? Erre nem is emlékszem már, hogy ő nyomta be, akkor Ákos. Volt egy megbeszélés, csak neked nem szóltunk. Ja, igen, mert én is akkor vagy igazán. Valaki kiabál az udvarról, hogy pokolgép. Csukjátok be az ablakot. A kicsi megint rokkot akar. Akkor csukjátok be az ablakot. Igen, na jól van. Ja, egy jó kis Ákossal jövünk, 8 perc, már csak 6 perc múlva, 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 8 óra múlt pontosan, 9 perce, jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani! Sziasztok! Hello! Köszönök neked. Na mi van? Mert egy jó Ákosról volt szó, tudod? Ez meg a tipikus sztereó volt. Én az elején kimentem, ez Ákos? Az volt. Én nagyon örültem, tettem javaslatot, tettem ajánlatot a gyöngyszemek közül. Erre mire visszajövök az egészségügyi sétámból, mi szól? Tipikus sztereó. Sztereotipikus. Csak mondom, most... hogy visszaestünk 243 ezer alá a Facebookon. Többen visszavonták a lájkot. Tudhattátok volna, ti kis csibészek, hogyha mondom, hogy hallgassunk egy jó Ákos számot, egyetlen egy üvet szóba. Már, hogy nálad. Igen. Na, hát azért de vannak valóban jó Ákos dalok. Hát, igen, meg van ez. És van ez. Jó ez? Kicsit felrázott mindenki. Azért jó, mert ezután bármilyen már mindenkinek jól esik. Nem rossz ez a dal. De nem még... rossz. Azt nem mondtuk, hogy nem rossz, csak azt mondtuk, hogy van jobb. Nem rossz, hogy azért csinált már nél jobbat is, szerintem. Sok jobbat. De ez egy móka. Így. Tehát ez nem kell komoly, ez nem igazi Ákos dal. Meg hát tudjuk, hogy van humora. Ja, és április elsője van. Mi? Hát de jó vagy, Bali! Hát még fel se köszöntöttünk fel. Azt a kutya már. Tényleg. Bolondok napja. Akkor ezt kaptam szüdi napon. Névnapodra. Ja, névnap a bolonda, persze. Boldog névnapot, Feri. Ja, igen. Rákóczi Ferenc Hugo. Igen. Rákóczi Ferenc Hugo, február 1. Mondja ezt egy Otto. Oti, neked csak Oti. Neked már DJ Oti. Vagy DJ Retroti, amit akar. Retroti. Azt írja egy hallgató, most olvastam a BKK Facebook oldalán, hogy Jude Law az M4-es Calvin téri állomása jegyet ellenőriz. Nyilván is vele van Eva Longoria is, mert ő is itt van, tudjátok? Igen, és valahol átérbe settenkedik George Clooney egy karszalaggal a vállán, igen. Tegnap láttam a televízióban, hogy megérkezett este Jude Law, nem volt jó fej. Picit csalódtam benne, mert őt nagyon kedvelem, de hogy így de Jani, nem akart megállni, és nem akart, senkinek nem akart autogramot osztani, és Jani, és magába zárkózott, és olyan távolságtartó volt, ez nekem nem jött, mert nem volt szimpatikus. Figyelj, Jani, de most legyünk őszinték. Hogy leszállsz, repülsz mit a X órát, fáradt vagy, nyugös vagy, elaludtad a nyakad a gépen,
táskák vannak a szemed alatt, kiszáradt a szád, rossz a leheleted, és ott áll. Miért rossz a Nicole Kidman nem volt, meg pedig forgattatok egyet. Semmi másra nem vágysz, mint hogy ne fotózzanak le. 600-an be akarsz ülni, bevágódni egy taxi, és bemenni a szállodai szobába. Ide dolgozni jön, hát most miért nem egy filmsztár. Én értem, de hogy néha azért ez nyilván érthető, hogy most nem áll meg, és nem dedikál. De majd, amikor promotálni akarja majd a filmjét, amikor kellene majd a magyar nézők, akkor jó. Oké, akkor ez pont ugyanaz, mint amikor mi majd kitelepülésre megyünk, dolgozni az megyünk. Nem ugyanaz. Így de, van. Nem. De tök más. A pénzem nem kell majd, amit a mozi egyre költök. Bocsánat, mi, ha elmegyünk kitelepülni, akkor ott azért megyünk, hogy mi találkozzunk, közönség találkozóra megyünk a hallgatóinkkal. Ott mi dedikálunk és értük vagyunk. Ha Jude Law megjön, ő a Ferihegyi Reptére nem egy közönség találkozóra jön, ő azért jön, hogy másnap reggel 8 órakor ott álljon a szedbe, kipihentem frissen, szöveget megtanulva, és leforgassa azt a filmet, amiért egyébként ide jön. Tehát a kettő nem ugyanaz. És ebben nem fér bele egy mosoly, meg két aláírás. De akkor hogy jön ide a mi kitelepülésünk? Okay, ez nem ugyanaz. Akkor te most, ez nagyon rossz hasonlat. Te most itt 10-kor kimész, igen? És itt áll egy nagyon helyes, igen? Fiatalember vagy egy fiatal hölgy, és azt mondja, Bazsi, bocs, tudom, hogy siet, csak aláírnád, igen, ezt? Aláírod, aláírom. Azt mondod, de ha nem köszön. Írom alá, akkor nem biztos, hogy egyből rossz fej vagyok. Ez, erre akarom felhívni a figyelmeteket, de Jani mondja, nem írt alá, tehát rossz fej. Tehát lehet, hogy aláírom, de lehet, hogy azt mondom, figyelj, nagyon rohanok, holnap megteszem. Ennyi. Érted? Ide. De most, ha egynek aláírja, oda jön 100, másik 100 megsértődik, de nem egy egyszerű helyzet, de nincs ennyi Jude Law-ba egyébként. Mindegy. Hmm. Na, de csak mondom neked. Csak egy mosoly, csak, meg egy csak, csak mondom neked, Jude, hogyha rajtam múlik, a te filmjét közül egy sem lesz ott az év legtöbbet letöltött filmjei között az Encore-ról. Na, nézzük egy-két közlekedési hírt még a BKK Facebook oldalán kívül. 8-as főúton az áruba hajtott autónál a rendőrök már helyszínelnek, ezt Pisti küldte nekünk. Kerepesi út, Fogarasi út kereszteződésében vadásznak a rendőrök. A pirosra vigyázni, Pityesz üzente ezt nekünk. Aztán úgy látom, hogy a Könyves Kálmán körúton potlóbuszuk viszik az egyes villamos utasait. Sok munkagép a sineken, nem csinál semmit, ez hosszú ideig fog tartani, így a Krisz, hát lehet, hogy éppen megbeszélés van, ki tudja. Székesfehérváron az Újcsori úton a gumiszerviznél van egy trafi, írta nekünk Attila, és az M3-as 20-as kilométernél Gödöllő felé szintén trafi, ezt Roli küldte nekünk. Nagyon jó. Azt néztem egyébként, hogy a TV2 a mokájának szerintem kifejezetten jót tenne, hogy a Kárász Robert kérdéseinél is Demcsák Zsuzsát mutatná. De az a baj, hogy én bármikor a Kárász Robira nézek, tehát az elmúlás jut eszembe, úgyhogy... Fáradt most, igen. De se? Kicsit fáradt most. Én nem, tényleg ránézek, és azonnal az antidepresszánsom után nyúlok. Tehát, hogy én azonnal valami élénkítőt kezdek szedni, igen. Nekem meg, amikor Demcsák Zsuzsára nézek... Neked nem kell az élénkítő, mi? Na, mondtad, hogy akarsz valamit kérdezni. Ja, persze, hogy ti otthon vagytok ebben az autó témában. Mind a ketten poliroztatok már, illetve ezt az autó témában is. Nem tudom a kettő, hogy nem poliroztál még. Hogy jön össze a kettő? Hogy szerintetek érdemes pénzt fetszölni ilyen kézi polírozásba? Hát... Mert hogy akkor nem, mert hogy most van egy-két karc az autónkon, ez nyilván ez ismerős lett mind a kettőtök számára, ez az az állapot, és hogy így szeretnénk eltüntetni belőle néhányat. De te akarod megcsinálni, vagy be akarod vinni egy kézi polírozóba? Mert van olyan, ahogy te hát, vehetsz egy ilyen korongot, magamnak meg a nem pasztát, fizetek a kézi polírozásé. De a pasztát, meg a korongot neked is meg kell venni hozzá. Nem eszünk előtte sehol semmit. Az nem egy... ki tudod, akar egy jó pasztát venni? De most tehát, hogy azzal érdemes egyetlen foglalkozni? Mert akkor De látni kell a karcolás mélységét, tehát van, amit a polírozás se tud eltüntetni. Tehát a kulcsal valaki beleírt, hogy anyád Jani, ne állj a házunk elé, azt nem tud eltüntetni. Te voltál, te rohadék. Nem meséltem még senkinek. Mi? Valaki a motorházadon beleírt, hogy pokolgép forever. Azt soha nem poliroztatnám ki. Ostikám törve festetni. Ostián! Ha ezt valaki begépelte, azt ne. Ha ilyen kisebb levelek, bokrok így elment mellette a món, és egy picit így meghúzta, azt a polírpaszta, azonos színű polírpaszta, azt azért ki tudja neked tömni. De nagyon mély karcolásokat, ami festékig megy, hát azért azt nagyon sokat azt kéne polírozni. Hmm. Tehát de szerintem ne állj neki te kézzel egy kis kőműves dekoltással hétvégén, hogy betérdelve a polírpasztával. Ugyanolyan vastagságban... Meglebot is barnulnék, nem? És nem azért. Ugyanolyan vastagságban kell felvinni, foltos lesz, nem tudod a tetejét ugyanúgy, ezt vidd el, és akkor megcsinálják neked egy ilyen autókozmetikába, fölpolírozzák. Sokat egyébként szerintem nem ér, de kisebb karcolásokat el lehet vele tüntetni, meg a fénye szebb lesz. Tehát, hogy... De ha igazán jó vagy, akkor megcsinálod otthon, és utána foltosan beviszed, hogy azt is tüntessék ja, el. Igen. Legyen melója. Hogy visszahoztam, nem végeztek szép munkát. De Móni, hogy polírozik? Jól? Arany keze van annak az asszonynak. Megint csak az évek és a rutin közben jöhetnék. És a szakma szeretetével, hát, ugye? Szóval, de te csinálnád?
Nem. Nem, hát ebben az esetben nem. Nem a gépi polírozás, nem. Mert arról tudom, hogy ezt nagyon el lehet. Figyelj, és az autó tetejét, hogy beülsz a Moni nyakába, vagy ilyenkor mit csinálj, ketten polírozás? Nem, már megbeszéltem a Fekete Lacival, hogy eddig megfordítja és föltart. Fölásítja az autót így. Az oldalára. Az autó megmozdul. Oldalra tüsszenti. Ha rám hallgatsz, ne csináld. Tudom, hogy te egy ilyen ezermester vagy, egy ilyen kis maki, aki így kimegy, és akkor félek, ott úgy tesz lesz. Jogosak a félelmeid. Nem lesz szép. Fényszóró búrát szoktam egyébként. Pénszóró búrát? Polírozni? Nem, fényszóró búrát. Ja, fényszóró nem, búrát. Fényszóró fúrát. De fölpolírozod? Kényszóró búrát? Vagy tényszóró fúrát? Igen, szoktam. Mert vettem hozzá egy ilyen kis tubusos pasztát, és gyönyörű szépen le lehet róla tüntetni a karcokat. De tényleg. De mi van? A fényszórót polírozod? Ja, a búrát. De minek? Hát megkarcos. De hol jártok ti? Kaktusz ültetvényen? Miért karcos a fényszóró? Mindig... Hol jártok? Mexikóba a határon csempésztek? Hát használt az autó. Gyalogos nénik vagy. Spanyolajkú akadt? Mitől használ? Mitől? Mert az oldala az autónak oké, egy bokot, de a fényszóró, akkor előről kell neki menni valaminek. Hát húzzátok arrébb a parkolni tilos táblát. Vagy az előző tulajt csináltam. Úgy nyitja a kaput a módon. Ismát, na én ezt nem várom. Vagy lehet, hogy úgy... Eltetvészkedjél már, gáz. Tudod, van, aki úgy parkol, hogy koppanásig, koppanástól koppanásig. Igen, nem a múlni, hanem az előző tulaj. Előre ment, koppant az autó, hátra ment, koppant az autó. Azt szeretem, azt a típust. Tehát, hogy te a fényszórót is polírozod? És arra van külön fényszóró poli paszta. Van egy ilyen paszta, igen. És alvász, nincs alvász polírozó? Nem, azt szerint ez már ilyen műanyag alvázas. Nem fél. Na hát vidd el egy autókozmetikába, szálljára egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva bruttó 8000 forintot, és akkor fölporírozzák neked. Tudom, ha lehet... Fölment a szemöldöke. Igen, 8 érzem, jó, 8. Lehet kuponnal fizetni. Jó, akkor odáig toljuk, hogy ne fogjon a benzin. Ne, 8000, de úgy 8000, hogy abban benne van a takarítás is egyébként. Tehát kitakarítják, lemossák, igen, és igen. Még föl is polírozzák. Ez csak 8 rugó. Aha. Hát nekem most mondtam egy árat, de ne te csináld. Ne te akkor, csináld. Hát ha csak 8, akkor lehet, hogy mégis lesz kari ajándék, virág. Fölpolírozott autó. Tényleg. Hetente van autótakarítás? Nem. Nincsen? Nem. Most csak emiatt fogjuk elvinni, vagy vinnénk el. Aha. Mert egyébként én meg tudom oldani bent. A takarítás, nincsen az már a... Hol bent? Nincsen hol, a bajhiba. Hol bent? Hát az autóban. Ja, szintén beviszed az autót. De szeretlek, és ez a klasszik porszabító, kiviszed a porszívót, de jó, ez tök jó. Gyönyörű szépen, előre hátra csúsztatgatom az üléseket, mindenhol eltűnjenek a morzsák, szöszök, stb. Előkerül egy csomó dolog az ülés alól. Ez mennyi neked körülbelül egy 2 órás? Tevékenykedés? Mire nagyon szép, mire azt mondod, hogy megüti a Jani szintet? Szerintem nem. Szerintem egy óra alatt, mert serény vagyok. Aha. Alapos, de serény. Serény? És először belülről indítasz, és kifelé haladsz? Mint egy, nem tudom. Igen. Hát, halad csak úgy. Halad, hát nem tudom, tudod, hogy megy. Nem tudom, mindig úgy megy, hogy először befele megy, és oldalirányba jön ki. Ilyen, nem tudom. Hogy, tehát kezdődik egy belső tisztítás, és aztán mész a kis vödörrel, a kis szivacssal, tiszta szivacs, koszos szivacs, és akkor mész kívülre? Így van. Oda megyek, a Mónival kinyitottam az ajtót, aztán oda támasztok az alvászhoz egy létrát, mert magas a kocsit. Akkor én kiviszem az enyémet hozzád, abban nem kell létre, alacsony. Hát egyébként kihozhatom. Nem válasz. Én megcsinálnám egyébként. Én nagyon szeretek egyébként másnak is így segíteni, mert örülök neki. Meg azért érted, hát a madar a tolláról ember barátjáról érted, ne legyen már igénytől autód, mert rám nézve az kellemetlen. Nem vagyok a barátod. Hát mondjuk ez is igaz, de még lehet. Csinálhatnál ilyen. Ha megcsináltam az autót, igen. Figyelj, ha egyszer nem rádiózunk. Egy jó érdekbarátság. Csináld meg a Jani mobilmosó. És megérkezel ilyen kis mobilmosó szettel, egy létrával, egy két vödörrel, egy szivacsal, és ott ne kirugaszkodsz bármilyen autónak. És lesz egy ilyen kis mobilmosó szetted, Jani házhoz megy. Az Jani jó. Házhoz megy. Hát ez nagyon jó. Nagyon jó. A szlogen az igen ismerős. Az kell, hogy valamilyen idegen nyelvű nevet kellene találni a vállalkozáson, mert ez sokkal menőbb. Tehát, Johnny Cash. Hogy ne legyen ilyen izét. Johnny tán... goes to Hollywood, legyen ez. Vagy ez, vagy mit tudom én, izé, sütcem puckáj. Vagy valami, tehát hogy valami ilyen legyen. Kárvos. Az BT. Nem, az már van már szerintem valami. Hát Pepi nyilván tuki. Van, persze. Na. Szóval gépi. Gépi, igen. Van egy új Facebook játékunk, drága hallgatók, szeretnénk a Facebookos lájkolóinkat is bevonni abba, hogy nyerhessenek ajándékcsomagot. Szerintem ez már önmagában örömhír, ugye? Hurrá! Az. Hoppá, Mester 3-as! Igen, szerintem az is. Mit adunk érte? Adunk érte ajándékot, Morning Show-s, Klassz FM-es ajándékot, mindig egy pici kis relikviát, ugyanis ezek napi ajándékok lesznek, és a lényege a játéknak, az a Jani mondja.
A lényeg a játéknak pedig az, ami gyakorlatilag már az elnevezéséből is kiderül, mert gyakorlatilag azt a nevet adtuk neki, hogy kinek a mie. Tehát fölteszünk valamit, egy fotót a Facebookra, ránéztek, és azon a képen látok majd valamit. Egyértelműen nyilván nem fog kiderülni a dolog, tehát nem lesz egy ilyen fél profil felrakva Feriről, és akkor mindenki tudja, hogy ez a Ferinek a bal szeme. Picit bele nagyítunk, picit olyan szögből fotózzuk le, picit úgy készítjük el ezt a képet, hogy egyértelműen első ránézésre nem fog kiderülni, hogy lehet találgatni. De utána ferek leszünk, és hogyha tényleg eltalálja valaki, akkor azt megmondjuk, és már jár a nyakba azt az illetőnek. Így van, ehhez ugye lájkolni kell minket a Facebookon, és minden nap valaki kap majd egy ajándékot. Hogy mikor adjuk át ezt az ajándékot, írunk neki, ráírunk, este adjuk át, ha nem sikerül kitalálni, hogy adjuk át, ezt még pontosítjuk. De most már fönn van valami a Facebookon, amiről ki lehet találni, hogy kinek a mie. Így van. Jó gusztustalan. Undorító. De ez is volt a cél. Ez volt a cél, így van. Kinek a mie? De direkt csináltuk. Nem annyira egyszerű, mint amennyire egyszerűnek látszik, jó? Tessék minket lájkolni a Facebookon, keresni, egy csomó extra tartalom is van ott. És mindenféle különlegességek lesznek, tervezünk például azt, hogy majd 20 másodperc időzítünk egy fényképezőgépet, és egy kötéllel leresztjük Feri köldökébe. És belevakuzunk. Az a baj, hogy Feri köldökébe... Nem, az videó lesz, végig veszünk. Az a baj, hogy Feri köldökébe legutóbb James Cameron merült, de még nem jött föl. Igen. Az Avatarhoz keres új impulzusokat. Az Avatar 2 miatt, mert hogy már kéne már kezdeni forgatni. Általában egy hónapja fel kellett volna, hogy jöjjön a Feri köldökéből, de nincs semmi el, és a rádiós kapcsolat is... Mert jól érzi magát, tudod? Puha, meleg, kellemes hely. Ennyi. Na, mi van? Búcsíznak, hát hagyjad. Eltűnt, meghalt, nem érdekes. Itt vagyok. Hát, gyere már be. Hogy szólítsak meg úgy valakit, hogy nem ül itt? Itt vagyok. Juli, hello! Szia! Hát, hello! Hát meg itt háborognék. Na mi van? Meglátlak téged, már tudom, hogy adásba akarsz valamit jönni. Mi van? Ha most megint a pornócsatornád... Nem, semmi na. Ilyesmi. Ti miről ismeritek meg, vagy honnan tudjátok, hogy szétfagytok esve atomjaitokra? Hát, hogy ott körülöttem ülnek a haverjaim, és egy hatalmas... Jó, nem fogja. Ja, igen. Igen, igen, mi is erről ismerjük meg, ha szét van esve. LSD elarulhat tényleg. Na, miről van? Hogyha kifújja az órát, rögtön 90 ezer tér a papi zsebkendő. Na, miről vagy szétes vagy? Miről tudjuk, hogy szét vagy esve? Hát én elnézem a napokat, illetve a hónapokat ebben a hónapban. De durva. De most elsője van, április 1. Ma már ilyen április elsője van, de a márciust azt totál benéztem. Úgy képzeljétek el, hogy két héttel ezelőtt vagy a lányomat, igen, picit időzavarban a lányomat és a kisbarátnőjét elvittem egy színházi előadásra úgy, hogy a jegyünk egy hónappal későbbre szólt. Mindezt a lelakatolt színházi portál előtt vettem észre. De cirkuszoltál, hogy engedjenek be, itt vagyok az előadásban. Látni akarom Gobi Ildát. Az Operett Színházban szólt a jegyünk, és akkor volt ez, azt hiszem, ez az örökös tagság, tudjátok, amikor lányomot hagynak a betonba. Igen. És kint volt nagy hacacár, én mondtam a lányoknak, nézzétek, mekkora nagy banzáj van, kitelepültek, nagy buli lesz. Csak az volt a fura, hogy sötét a portál, tehát nem lehet bemenni. Na mondom, biztos hátulról, megkerültem az épületet, sehol semmi. Elővettem a jegyet. Előadás. Igen, és akkor esett le a tantusz, hogy ez nem március, hanem április. És tegnap előtt, milyen nap van ma? Kedd, ugye? Ma kedd. Vasárnap ott álltam egy játszóház bejárata előtt, a két gyerekkel pucba vágva, mentünk a szülinapi zsúra, mondtam, hogy a makai lányok születésnapjára jöttem, mire mondta a hölgy, hogy hát az tegnap volt. Tehát egy nappal később értünk és oda. És akkor eljátszottad a makai lányokat? Vagy ilyenkor mit csinálsz? Rögtön kezdődik a születésnapi zsúr. De mi van? Nem tudod, hogy milyen nap van? Vagy milyen hónap? Nem, itt az érdekes, hogy megkaptuk ezt például ezt a meghívót, és ott volt rajta a dátum, és én nem a dátumot nézem, ti tudjátok, jó, ma április 1-e van, de ha azt mondják neked, hogy március 26-a, hanyadik, milyen nap volt, azt nem tudod megmondani. Mert még aznap sem nagyon tudod megmondani, milyen dátum van, nem? Mutatom nem, neked. Nem. Ja, igen, hát... Ez a telefon benne nekem is van. Van naptáram, csak nem használ. Te durva. Hát, ja, viszont, hát akkor ne haragudj. Viszont milyen szép tőled, hogy már kiraktad a kokárdát. Igen. És akkor most áprilisban kihozzátok a Jézuska, vagy a télapó, vagy mi lesz most? Tehát ott kiér oda. Ja, attól függ, hogy kiérkezik meg. Visszatérve erre a sztorira, hát ott állt két felizgatott gyerek, aki nézte, hogy a gyerekek ugrálnak az ugrálóvárban. A fiam ott állt két csokor rózsával, úgyhogy visszamentünk a gyerekekhez, azokhoz a gyerekekhez, akikhez előző napra, születésnapra voltunk hivatalosak, felmentünk hozzáik, megköszöntöttük őket, úgyhogy végül jól sült el a dolog.
De hogy nem, most áprilisban meg még inkább szerintem ez lesz, mert most aztán egy csomó határidős balhé van, nyelvvizsgától kezdve a futásig, az egyebekig, úgyhogy legyetek olyan kedvesek, figyelmeztessetek, hogyha valamit el kell intézni. Figyelj, én pont az ellenkezőjét vettem észre, hogy idősödöm. Tehát én azt vettem észre, hogy van egy kis telefonom. Szól, pics. És a csörök felveszem, tök jó, nem? De elképesztő, ugye? Ez fura. Ezt felírom magamnak. Képzeld el, hogy nem erről beszélek, hanem hogy én mindent beírok most már naptárszerűen. Naptárszerűen, és tudom, reggel jelez, bejelzi nekem, megbeszélés, értekezlet, meeting, találkozó, bármi más, beírom, és aztán lemondod. Tessék, és aztán nem megyek el. És felkészülten előre egy hétre pontosan tudom, hogy ma hol kell lennem, 11 órára. Ma a NAV-ban kell lennem, gyerekek. Na, és tudom. Na, és ott leszek. Megvetted már az ajándékokat? A politikok? és egy hónapon keresztül minden nap jelzett a telefon, mert nem tudom, hogy hova írtam be, de minden nap elküldte ugyanezt az üzenetet, hogy ma, nem tudom, délután 2-kor itt és itt van, találkozom, úgyhogy én nem tudom, hogy hova vittem be azt. Még hónapot elnézni, az azért az nagyon kemény. Tehát hónapot elnézni, azért az nem megy. Mert a csajok tudnak így hibázni. Egyébként az nem ebben, egyszerű, nem? Ha elnézed a hónapot. De gyereket vagy akárkit hajtatok már ott? Úgyhogy elfeledkeztetek róla. Nekem már volt egy ellenkező irányba, indultam el a gyerekért. Én minden nap más gyereket viszek az óvodához. Igen. Este fürdetésre az a barna. Este fürdetésre lesz egész. A gyerek is. Jöjjön az ázsiai. Jöjjön a kis szőke. Nem, tényleg, gyereket még nem hagytam ott sehol. De régen nekem is ez a határidő, odaérni, nem elfelejteni, találkozó, ezek egész egyszerűen nem. Ezek nem mentek. De valahogy szerintem az ember idősödik, így összeszedettebb lesz. De várjál, régen te ilyen voltál, Júli? Vagy ez most kezdődött el egy pár? Hát, amióta megvannak a gyerekek, tehát 7 éve Nem, viszonylag sok dolgot, ilyen hülye apróságokat kell a fejembe tartani. Tehát, hogy innen elhozzam az adóbevalláshoz szükséges papírokat, bediktálni, elmenni a gyerekért, befizetni a gyereknek az úszást, elhozni a gyerekeket, elvinni kicsit játszótérre, elhozni a másik két gyereket, elvinni őket úszni, legyen nálam reggel már a csomag. Tehát, hogy ilyen sok pici apró basz, amivel egyébként szerintem tele lesz az ember feje, hogy? És egy idő után leolt. Tornaórára kitenni a tornacuccot, odadni az ebédpénzt, befizetni néptáncra, sok felesleget. Odadni az angolt, ezért csinálja ezt mind a Viki. De tudom, egy csomó minden van. Ugye? A Viki óvónő... Ő nem felejti el? Nem, a Vikinek van ilyen kis cetlie, és akkor arra írogat mindent föl este magának, hogy reggel mit kell kirakni, reggel mit kell megvenni, ebédpénzt kell adni, angol pénzt kell adni, óvónőknek kell adni. Ez egy cetli, vagy több cetli? Tessék? Egy cetlit radíroz folyamatosan. Post-it, tudom, nem, és fölragaszt. Nem akarunk majd egy olyat, hogy van egy ilyen kis tábla, és akkor fölírod a táblára, de ezek ilyen post-itok. Ez jó. Ragasztós papír, így mondom. Még ideig a hűtőre. A hűtőre raktuk ki mindig a hűtőt, csak tök nehéz volt mindig cipelni mindenhova. Miért nem csak az ajtót vitted? Nem, igazából az a baj velem, hogy én Patópál úr vagyok. Tehát mindent az utolsó pillanatra hagyok, mindent az utolsó pillanatban intézek el, hogyha valaminek ma van a leadása, akkor én ma délben fogom elmondani. De ez a hónapok elnézés, ez tényleg nem jó, ha csak nem akartok egy harmadik gyereket. Azért az jó, jó a fejben tartod. Na, de hagyjuk ezeket a határidőket. Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Rokkoz? Hallod, mi van? Mi van? Mi van? Valamire végre válaszoljál. Most már valamit megválaszolhatnál. Mi van Rokkóval és barátaival? Mondd az a név neked valamit, hogy Pierre Woodman, azt tudod ki, hogy most már... Csak tőled. Így tőlem? Hát én tőled tudom azt, hogy ez valami szőkehajú pasi, nem? Szőkehajú. Nem? Pierre Woodman. Nem szőke? Szőke, nem. Na mi van a pornócsatornával? Kikötötték? Nem kötötték ki, hát lekódoltuk, ennyi. Sikerült végre? Hála Istennek, le, de fel tudjuk oldani. Hát ezt gondoltuk, hogy egy kis csalafinták vagy. De a szolgáltatók, te otthon lekódoltátok, és a szolgáltató adja 24-ben. Igen, 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 viszont figyeljetek, azt akartam tőletek kérdezni, mert ez biztos nem minden jön. Nem, hogy... olyan nagy számom vibra gyűrű. Nem, hát ugye múltkor kérdezted, hogy van-e bármiféle jele a gyerekeknél annak, hogy esetleg láttak-e valamit. Igen, csak egy mondatban mondjuk el a történetet, hogy Gyuri, hát valaki nem aludta, pár nappal ezelőtt bejött, és elmondta, hogy a szolgáltató egyik napról a másikra kódulatlanul kezdte el adni a felnőtt tartalmat. 0-24-ben felháborodás, hogy mi van azon szülőkkel, akik ugye kapcsolgatni hagyják a gyereket, és a gyerek megtalálja őt, egy Laokoon csoport éppen összeborul, ugye Pierre Woodman bácsi megint beavatás. Küzdenek a hatalmas tengeri kígyóval. Woodman bácsi beavatási szertartást végez egy szobakonyha 20 négyzetméteren, és azt látja a gyerek, ugye ezen borultál ki? Igen, 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 de hála Istennek nem látta, vagy én biztos vagyok benne, hogy nem látta, viszont a komoly gondjaim vannak a lányommal. Na. Erotomán.
Oh, tényleg? Igen. Atya úr is. De ne úgy, ne csillanjon fel a szemed, ez még nem adott. Nem, ilyenkor mindig ilyen nagyon-nagyon érdeklődő vagyok, csak nem tudom, mit jelent a szó. Szóval látom a csillogást a szemében, és boldog-boldogtalan kislányt, kisfiút állandóan be akar húzni a kanapé mögé, hogy megcsókolja. Tiszta anyja. És kezdek iszonyú kellemetlen szituációba kerülni, attól félek, hogy egyszer egy szülő elkap a sarkon és megver. Mert hány lány... éves most? Húzd be őt is a kanapé éves. Mögé. Kislány? Kislány. Ja, hiszen ezért mondtad, hogy kislány. Aha. És mindenki berángat valahova az óviba, hogy megcsókolja? Igen. Hát megcsókolja, igen, ölelgeti, és közben kipirul a kis arca. De csak tehát... a kicsiket, tehát nincs ilyen, hogy fűtőbácsit elkapja. Nem, de hogy... A fűtőbácsi még nem szólt érte. Hogy valami dolgozik a kislányban, és azt mondják, hogy egyébként ez ebben a korban állítólag teljesen normális, bár a fiam egyébként nem csinál ilyet. Mert ő fiú. Mert ő normális, mondja a Viki. Nem, egyébként ebben a korban ezzel nincs baj. Ebben a korban ez nincs ez baj. Ez játék. És ha a szülő megszól, akkor rángass be valahova is, csókold meg. Igen. Mondd meg, hogy a lányod tőled örökölte. Ez is egy jó megoldás. Ha 16 évesen majd a kanapé mögé rángat mindenkit, akkor az már nagy baj. Az már, ezt minden gyerek, ezt én is csináltam, én elő is vettem. Tehát, hogy ezzel semmi baj. És te is lányt játszottál. Igen, előttem hátrahúztam, és azt mondom, majd így szólítom papának. Nézd a csúnyámat, nézd a csúnyámat. Igen, szóval ebben a korban ez tök természetes, a Benny is kuckózik csajokkal, így bevonulnak kuckóba, és akkor ott. De ott mi történik? Semmi, mesztelenre vetkőznek. Az a baj, szuszakolta be a fejét rohadtul, de nem fél be sajnos. Igen, akkor átjött egy kislány, bementek a kuckóba, benéztem, csak fejbe vágtak egy serpenyővel, hogy menjek ki. Annyit láttam, hogy mesztelenek voltak, de semmi durva nem történt egyébként. De nálunk van egy fiú testvér. És figyelj, ide azt vettem észre, hogy... Hogy a fiú tesójával is? Hát nem, hogy fiú tesójával is. Erre viszont már kihívom a gyámügyöt. Hallod, hogy a társas csak a gyámügyöt. Sok nekem egy picit. Hát volt ilyen, hogy együtt fürödtek, és akkor nagyon nagy lett a csönd. Mondjuk nálunk is csöndben van a Benny, ettől még azért nem gyanakszom kórosan belátsival. Kifürdöttétek a meleg vizet olasz rajta. A fiam meg a lányom meg együtt, és arra mentünk be, hogy a Lidi rámászott a Milára, aki nagyon zavarta a vigyorgot. Igen. A Lidi az nagyon kipirulta, nézett rá, szétrebbentek, mint amikor rányít szerelmes pára. Aha. És mind a kettő ült, és így nagyon-nagyon... Hát Milánnál voltak egyéb jelek? Hallod, de mit szól ez az apjuk, hogyha józan? Hallod, annyit kérem, hogy este 8-kor legyetek légy szíves otthon, legyen nálatok személyi okmány, jó, mindenféle dolog, hogy lakcímkártyával tudjátok magatokat igazolni, mert megy a gyám is. Nem, az a baj, hogy ez olyan iszonyatosan zavarba ejtő, hogy egyrészt mit mondasz a lányra. Nézzetek már mást is a tévébe. Jó, van már, tényleg ezt elbogat. Gyuri, a Virág az óvodában patológusosat játszott mindig. Ez a mi szűrünkön keresztül zavarba ejtő, mert mi már tele vagyunk komplexussal, gátlással, előítélettel, magyarázási kényszerrel. A gyerek ott áll, még tök tisztán, mindenféle előítélet nélkül, teljesen mentesen. Neki ez a szintiszta szexualitás megtapasztalása. Felfedezi, nézi, kíváncsi, nincs még szégyenérzet, nem zavarja a dolog, nem tudja még, hogy miért más, kíváncsi, látja, hogy ott neki van. Ez tök természetes, és semmi baj nincs. Ezen nem kell aggódnod. Tényleg, felfedezik egymás testét, játszanak, kíváncsiak, ez tök jó. Jó, de hagyjam. Hát szerintem igen. Szerintem ebben a korban igen. Később már én mondjuk leválasztanám. Csukjam vissza az ajtót, és azt mondom. Nem, legyél ott, és magyarázd el. Igen. Az a baj, hogy abban igaza van Balázsnak, hogy a legnagyobb dolgokat ilyenkor tudod úgy elültetni bennük, amit aztán később majd kezelni kell. Igen, oda lépsz, akkor már érzi, hogy zavarban vagy, nem tudja kezelni, frusztrált lesz. Én mondjuk, ha nekem ellenkező nemű gyerekeim lennének, mondjuk ilyen 6-8 évesen már lehet, hogy leválasztanám őket úgy egymás, hogy ha lehet külön szoba, ha nem, akkor külön fürdés. Szerintem az egy idő után egyébként igényli a lány, igényli a fiú, külön fürdés, idő után a szülőről is például fürdik leválva. Ha csak nem akartok Kelly Family-re válni. Igen. De ebben a korban a szülői frusztráció, még a szülői zavar okozza a gyermekben is a zavar, szerintem. Tehát, hogyha ezt tök természetesen kezeled, és látja a gyerek rajtad, hogy nincs zavar a térben, mert hogy azt megérzi, bármit is mondasz, és tök jól kezeled, akkor ő se lesz zavart. Ha elkezded ezt ott nagyon furán kezelni, akkor a gyerek is megzavarodik ettől. Ők ezt mindent levesznek, nagyon érzékenyek. Egy időben, hogyha a Lidi például bevásárlókocsiba ültettem be, az ugye ott van, hát a lábad között van egy ilyen valami. Aha.
és ezt egyszer azt vettem észre, hogy a kis csaj előre csúszik. De ez nem baj, ez a fiúk is csinálják. Csúsztak a szőnyegen. Valakitől. Juli, nem csak hihetetlen, hogy miért mondtad nőnek, hogy menjünk a Lidlbe kocsikázni. Egyszer összefutottuk a Tesco-ba, Júliékkal, hát fura volt. Rögtön lekanyarodtam a zöldségek felé. Én csak annyit láttam, még egy kör, kiabál a Juli. Figyelj, maszturbálnak is, nem a szó legszorosabb értelmében, oda nyúl a kukiához, húzza magát a szőnyegen, felfedez, örömet szereznek maguknak, komolyan. Jó, de amikor tolod a gyereket a bevásárlókocsival, a bevásárlóközpontba, és azt látod, hogy megint miért, feszül, de megint miért. És jön a nagy, és azt mondja, hogy jaj, de helyes, jaj, de aranyos, mint az bárcsak, én is tudnám még csinálni. Persze, hát de nekem már a száraz borka se jó. Hát, megfogtad a lényegét. De miért érzed kellemetlenek, hogy jaj, majd mit szól a többi ember? Tehát nem a gyerek viselkedése zavar, de hanem effektíve zavarban vagy attól, amit látsz, hogy nehogy valaki észrevegye, mit szól a nagy, jaj, mit mondják. Ez természetes. Balázs, de nem, de állj már meg, a bevásárló központ közepén a fia letolná a bugyját, és elkezdeni fogni. Picit előre jött a bevásárló kocsiba, megjelenő rohangál a Mirelit pult előtt, azért egy kicsit elkanyarodtunk. Nem. Hát, tehát, hogyha ránézel a kislányra, igen? Pontosan látod, hogy mit csinál. Tudod, hogy mit csinál. Hát egy, csak egy percig kell figyelned. Örömet szerez magának. Igen. Van. Itt okokozati összefüggések vannak. Nyilván egy nappal előtt lement Pierre Woodmantól a nagy bevásárlás című film. Igen. A tele a kosság címe. Rokko és a leértékelés, tudod. Szóval rohadt kellemetlen, mert ugye utána olvastam a szakirodalomban, és ugye azt mondják, hogy nem, ne szólj rá a gyerekre, mert hogy, ahogy te is mondtad, hogy elültetsz olyan magvakat, amik nem biztos, hogy később jó. Nem kell rá szólni, hagyni kell. De hogy egy idő után rohadt kellemetlen, és elmondod neki egyszer vagy kétszer azt, hogy Lidus, figyelj, tudom, hogy ez kellemes, csináld, majd amikor más nem látja. Ezt mások előtt nem csinálja. Ez a jó. Na jó, folytatjuk, gyorsan hírezünk egyet, és akkor még beszélünk róla. Egy mondatot, 8:30 múlt pontosan 7 perccel, jövünk mindjárt a hírek után. 8:45 múlt pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Hát több témát érintettünk itt Julival, ugye, még itt beszélgetünk a zene alatt is. De hogy igazából ugye ebben tényleg semmi természetellenes nincs, nem? Nincs, hogy az embernek a gyereke ezt csinálja. Itt, mint egy lezárva a témát, itt a szülői szégyenérzet, vagy tanácstalanság, vagy zavar, vagy bármilyen dolog, amivel te nem tudod megmagyarázni a saját gyerekednek, az okozza inkább a nagyobb feszültséget. Ugye Júlia elmondta, hogy a gyerekei ugye hát tulajdonképpen felfedezték a saját testüket, egymás testét, és rájöttek, hogy örömforrás van abban. Ugye? Ha mondjuk közeledülnek. Igen, és Júli menekül a történetből. Igen. Hát nehogy nagy nyilvánosság előtt is időnként megtörténik ez a dolog, ami nyilván a szülőnek egy picit kellemetlen lehet. Hanem miért? Büszke vagy rá, hogy a fiad először a strandon. Persze! Igen, büszke is, meg nyilván akkor a szülő zavarba, vagy látja, hogy a gyerek kicsit beindul, de hogy közben meg ez szerintem ebben semmi természetes nincs. Nem? Mármint természetellenes. Természetellenes, így van, igen. Természetellenes. Jó, van, M7-es autópályán mérik a Nagykanizsa felé haladókat a 145-ös kilométernél. Buszos Jani küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. A Hengersor utcában csinos torlódást okoz valami pumpa fejű. Krém Gringo üzeni nekünk. Ez is egy friss közlekedés volt. Valami trafipax van az M5-ösön a 43-as kilométernél Szeged felé. Ezt Akrobata üzente. Köszönjük szépen. Na, és csak mondani akarom, hogy 244.169-en lájkolták eddig az oldalunkat, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag reggel óta még becsatlakozott kb. 180-190 kedves hallgatónk. Nagyon szépen köszönjük. Így van, zajlik a Facebook játékunk, ugye ez nem a SMS falon zajlik, ugye a Facebookozóinknak szól, SMS-ben, telefonon keresztül annyi mindent lehet itt nyerni a Morning Show-ban, van külön Facebook játék, ott minden nap fel kell majd ismerni, hogy kinek a mie. Ugye ez a játék, fönt van egy fotó, lájkolni kell bennünket a morningshow.hu-n, és ajándékokat lehet nyerni. Mm-hmm. Minden nap van egy napi nyertes, aki megnyer egy valamilyen kis Morning Show-s Klassz FM-es csecsebecsét. Így van, jelenleg 375-en próbálják meg kitalálni, hogy mi az az undorító folt. Hát az... És kinek a mie. Igen. Na jó van, hármasugrást játszunk már is egy hallgatónkkal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Tamás, hello, jó reggel! Hello, jó reggel, sziasztok! Hello, Tamás, mi újság? Fújtál egy nagyon? Ecs! Hú, nem, hát csak azért, mert beszéltünk az Annával, és meg is meséltem, hogy már egy éve próbálkozok nálatok, csak annyira ügyes voltam, hogy amikor SMS-t írtam, egy nullát lehagytam, és soha nem kaptátok meg. Tényleg? Tehát 0-7-6-1-5-0-0-0, így küldted igen, el? Igen. Uh-huh. Hát
és valahogy nem akartatok választ. Nagyon szíttem minket, hogy a rohadékok föl se hívnak, be se olvassák. Hát igen, igen, mert sok közlekedés, minden egyéb ilyen kis hozzászólás. Na is, erre, erre ma reggel jöttem rá, hogy 1-0-val kevesebb. Kijavítottam, és tessék. Őszintén, kicitál a legjobban. Na, ki volt az, akire nagyon haragudt a három közül, hogy miért nem? Nem, mivel te olvasod az SMS-eket, nekem van egy sejtésem, hogy ki kapott a legtöbbet. Nagyon szintál, nagyon csuklottam. Először igen, és amikor rájöttem, hogy 3-0 volt, akkor vissza volt a videt, hogy fantasztikusan jól megoldottam. De figyelj, nem írta a szolgáltatót, hogy nincs kézbesítve, vagy rossz áll, vagy semmi? Nem jött vissza semmi, hogy hibás üzenet, vagy hasonló, és ma reggel mondom, még egyszer megpróbálom utoljára, és akkor nézem, hogy 3-0 van. Csak. Na, és őszintén olyan volt, hogy úristen, öregszem, elfelejtettem, amit akartam kérdezni. Hogy SMS-ben, nem, hogy SMS-ben elküldtél minket a felébe, hogy egy év után se olvassuk be, és küldtél nekünk egy SMS szintén a rossz számra, ilyen volt? Nem, ilyet azért nem, azért ennyire nem mentem el. És hogy jöttél rá, hogy kevesebb a nulla? Hát ma reggel is próbálkoztam a Zóven bácsira, nem sikerült. Hát mondom, akkor megpróbálom még a hármas ugrást, mondom, ez az utolsó mencsvár, hogy játszak veletek, és akkor számolom a nullákat, a feltűnő volt, hogy csak 3. Mm-hmm. És akkor körülbelül az elmúlt egy évben hány SMS-t küldtél? Hát havi 15-20-at biztos. Aha, tehát akkor egy ilyen 200 SMS ment a levesbe. SMS per mennyi most egy SMS? 20 forint? 20 forint már körülbelül. Egyébként a dologban viszont van egy nagyon pozitív, hogy mi azt szeretnénk, hogy minden hallgatunk ilyen legyen, hogy ennyire elszánt, ennyire elkötelezett, ennyire lojális hozzá. Csak ne rossz számra évekig. Igen. Nagyon szép. Milyenek a kérdések, Jani? Hát én azt mondom, hogy most egy picit talán könnyűbb. Könnyebbek. Jó. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztója. Melyik testrészen viselik a kapcát? Igen. Alsó test, mi az? Láb. Így van. Így van. Lábfej. Így van, láb. Mehetünk tovább? Hát, ha már itt vagyok, akkor mindenképp. Hát használd ki, mert aztán ugye megint lajtsz egy nullát, évekre eltűsz majd. Igen. Dedikált egér a letétért, így szól a második kérdés. Mi a címe az Odysz... Ma reggel mennyire kész vagyok. Mi a címe az Odysseus kalandjait elmesélő ókori eposznak? Odysseus kalandja. Így van. Odysseia. Odysseia, így van. Igen. Odysseus kalandjait. Oké, mehetünk tovább? Szerintem igen. Ez már nem lesz annyira könnyű. Ez már nem. Nem baj, van segítség a telefon másik végén. Tényleg? Másik telefonon a feleségem. Ja. És most két telefon van a füleden? Hát a másik kihangosítón van. Tehát be is tudja kiabálni esetleg. Azt hittem, hogy ránk számít az be. Köszönj már be, anya! Köszönj be, légy szíves! Nem. Azt mondta, hogy nem hallja a kérdést. Nem hallja a kérdést, mert még nem tettük föl, igen. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Melyik orosz város egyik látványossága téli palota? A gyerekek. Hát. Ez nem nehéz. Sziasztok! Szia! Na, most köszön. Szia! Téli palota. Hát kettő között. Vagy Moszkva, vagy Kijev. De várj, mit mond asszonykád? Mit mond asszonykám? Egy másodperc. Asszonyka mit mond? Keresi. Halló. Igen. Asszonyka géppel. Hát, nem hallom. Szentpétervár. Gyerekek, azért picit, nagyon picit, jó indulat kell. Picit jó indulat voltunk. Mert úgy kezdődött, hogy kettő között hezitálok, Moszkva és Kijev. Itt mondta, hogy megvagyunk. Igen, és ugye orosz városról volt szó, hát nem tudom, hogy Kijevet hova teszed, de... Hát lassan, igen, az Ukrajna. Hát lassan orosz város lesz, ja, egyébként, ahogy állunk. Szépen lassan Kijev újra orosz város lesz. Hát Tamás, legalább van valaki, aki okos a családban, nem? Mondjuk így. Nem, van erre kigyorsan gépen. Igen. Megismeri a földrajzot, meg jó volt történelemből, igen, ez mint nem te vagy. Viszont van egy ajándékcsomagotok. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon jó. Hát imádlak titeket, ez fantasztikus. Na. Majd legközelebb figyelek az SMS számokra. Jó. Köszi a játékot, ciao. Én köszönöm, ciao, sziasztok. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban.
Készülj a következő megmérettetésre. Na, de most megyek, mert kezdődik a játék a Music FM-en. 4 perc múlva, pontosan 9 óra a Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. 9 óra múlva 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatóink, itt vagyunk ezen a csodálatos keddi napon, amikor is süt a nap, legalábbis itt Budapesten. Sütöket. Kék, és fél csak blöffölök, mert és a fű zöld, így van, csak blöffölök, a függöny el van húzva, ki nem látok. A sötét, piszkos szürke. Igen. Szóval a lényeg, hogy jó idő van, és jó idő is lesz, kis hidegfronttal ijeszgetnek bennünket, 1-2 fokkal hidegebb, de a lényeg, hogy gyerekek, májusi időjárás van, tehát ez a tegnapi 22 fok, ez csoda, csoda szép volt, remélem nem lesz böjtje. Hóesés? Dehogyis, plusz 5, kiköhögi a gubát Balinak. Hát, vissza akarod nyerni? Mit? Azt a kis, hogy hívják, a 10 játékpénzt. Ja, hát azt majd gyokonál vissza. Lesz, abból még Lóvé Feri bácsinál. Azt majd gyokonadalom. Mennek Monte Carlo-ban, találkoznak, még jön a salak szezon. Mennek a Garrosra, úgyhogy lesz. Oh, salak télen fűtés lesz. Így van. Nem, az urológusával kell meg konzultálni. Salak szezon. Igen. Egy jó tisztítókúra. Budakeszi majdnem állámpák sárgán villognak naponta. Kb. 10-12 SMS küldött nektek. Múlt hónapban csak nektek küldtem 136 darabot. Be is olvasta, igen, igen, szóval az SMS az mindig opció, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Jó, tehát nincs érzelmi zsarolás, lelki zsarolás, hányat küldtem, hadd legyek a naphallgatója. Azt tessék úgy nézni, mint egy opció, amiből a műsorvezető válogat, hogy válogathat. Gyorsforgalmin a Kökinél mérnek a városból kifelé vezető oldalon, ezt Csősz küldte nekünk. Aztán egy másik SMS, jó reggelt, M0-ás Maglódnál, az M5-ös felé torlódás, figyeljenek az erre haladók, mert megállt a sor. Valami útépítés van, Laca üzente nekünk, Laca, köszönjük szépen. Trafi Nyíregyházán, a Tokaji úti piac után ezüst Seat Kordobából mérik a város felé haladókat, Taki üzente, valamint a 75-ös troli, minden békés és nyugodt, haladni normálisan lehet, boldog 17-et a kedvesemnek. Boldog szülinapot. Én nem, várjál. Na? Mégse. Boldog, nem mertem így beolvasni, de tényleg így írja, boldog 10-et a kedvesemnek. Biztos 10 éve vannak együtt. Ja, hogy ez, ja, jó, azt hittem. Nem, ilyen bonyi ez. Jó, én azt hittem, hogy... Sok a baleset gyerekkorodban. Semmi baj. Jó, hát néhány arány nyitott a gyerekkorom, majd nekem már boldog 10-et a kedvesemnek. Már megint! Azt hittem, hogy... Ezerszer voltam, hogy elsorvadt! Júj a legrosszabb duma. Ne piszkáld, mert elsorvadt. Igen. Azt hittem, hogy boldog 10-et a kedvesemnek, hogy 10 éves a kedvesem. Ha? Mondom, akkor rájuk a rendőröket. Nem, ma eddig 9 emeletes házban éltek, és most ráhúzott a kedvéért még egy. Tehát ez nyilván boldog 10-et. Boldog 10-et. Na jó van. Gyerekek, kedv van. Csodálatos kedv. Ez pedig ugye csak azt jelenteti, hogy megjött hozzánk Kassa TV. Úristen, de jó! Minden kedden a Hungária és az Ünnői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyhai mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat. A főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint TV for President! TV! Kakassa TV, Kakassa TV. Mami. Emlékeztek a múltkor, innen mentem buliba, megvan? Valami, hát hakniba, igen. Ma, hát, de ahol hakni, ahol én vagyok, ott buli van. Ott a hakni is buli. Ahol én vagyok, ott buli van. Ma meg buliból jövök. Ne 2 óra alvással. Hétfő este velem turbósítottak Debrecenben az egyetemisták. Halkan kérdezem, hogy akkor ki a király? Tehát érted, már hétfőn is, érted? Kedden is, hétfőn is. Tehát már nem csak a hétvégét, minden hétköznap kirány. De ne otthon koncert volt, csak lemondta a Csepregi. Hívjátok a kasszát, ő tudja az összeset, hogy mi volt. Szemét, hogy ez konkrétan esküszöm, hogy az egyik buli már konkrétan bekértek, hogy akkor mikor lesz Bonnie M. Tehát olyan hülye vagy, és elhintetted. Most elkezdve volna a Cool and the Gang-et, és az őrszűnő. Én szkútert is nyomhatom a Celebration-t, meg a, nem tudom, a azt nem úgy értették, hogy te mikor fogsz a Bonnie M-eket énekelni, hanem hogy mikor jön helyetted a Bonnie. Igen, nyilván. De az menő, hogy te már tegnap este Debrecenben voltál. És az, hogy láttál mondjuk egy ilyen 1000-2000 egyetemistát, aki éjfél körül hétfő este nem tudná lebetűzni a saját nevét, az menő?
Tehát figyelj, az, hogy ilyen csúnya úgy van. Embertelen. Tehát most kitaláltak, hogy ez, én még nem, tehát nem, vagy nem tudtam ezt, hogy van egy felező buli. Nagyjából fele körül vannak a vizsgák, tehát puff, figyeljünk valamit. Tehát, hogy az nálunk is volt. Tehát, hogy ne csak a végén, felező, elején, hogyan? Felező, negyedelő, ez a profiknál negyedelői, háromnegyedelő. Vége a vizsgai időszaknak, akkor jön a vizsgai időszak, akkor előtte. Ez olyan, mint Tájföld, hogy volt a full moon party, annak így megörültek, aztán rájöttek, hogy ez kevés, akkor legyen fél hold, teli hold, fekete hold, negyed siva hold, hold, negyed hold, anyám hold, apám hold. De mi az egyetem erről szól, mi végig buliztuk az egészet, tehát hogy az csak erről szól szinte. Na jó, de ez költhetné valami értelmes a dolga és a pénzét a hök. De egyébként... Jó, az gyerekek, az egyetemi évek a legszebben, akkor tolni kell, tehát az erre szolgál. Ja? Hát most ezt ti nyilván hallomásban hallottátok, de hogy az szép évek igen, az egyetemi évek. Nekem állítólag még mindig küldik, én még mindig várom, hogy postán kiküldjék az érettségimet. De szépek voltak a gimis évek is, nem? Fantasztikus volt. Ott az estiben. De rohadék. Ez szemét vár. Ott nyugodtan szexel lehetett 18 után. Hát ilyen, este már bármit meg tudtatok csinálni ott a gimiben. Jó, akkor sötét volt. Később akartam, későbbre tartogattam ezt a fordulatot, na. De ma te vagy a heti barim. Ugye múlt héten Jani volt az állandó szövetségesem. Azt hittem, ezt tippeltük ezt a dolgot, nem? Nem. És ma téged választalak, te leszel a napi barim, aki ma mindenben támogat, mögöttem áll. Szerintem ezt megszívtad. Nem, úgy látom, hogy olyan szövetséges tekintetem. Leszek a napi barim. Na és akkor mi napi barinak, csak azért, mert most genyoskodtál ezzel a Boniemmel. Egy picit beleviszlek téged, mert régen láttad már aknimat. Kicsit végigmegyek és kommentál, jó? Hozom, hogy indulok. Megérkezek, tehát ugye ekkor már sikongás, öröngés. Bekezdek egy jó hulló csillaggal. Itt már azért érzed, nem? Igen, hogy hulló csillag? Egy szemétlád, napi bari. Bekezdek egy jó hulló csillaggal. Utána ráhúzom a nem kell mást, ugye? Megint csak te szemétlád. Nem, kérdezem, hogy a te dalod? Micsoda, te nem látsz, én nem látszak téged. Te szemét. Igen, tehát a nem kell mást. És ekkor jön a katarzis, és ekkor húzok rá egy neotonblokkot. Tényleg. Tényleg ráhúzok a neotonblokkot. Utána viszont megint megyek vissza a saját dalok mezére, mert költözz el, ugye, a szomszéd ellenes dal. Ádám és Éva. Ja. Te szemét. Lánc, Eszterlánc. Ekkor már lúdbőrbe vagy? Már nagyon libabőrös vagyok. Jó. Így van. És ekkor, mikor azt mondom, és így is vezetem át, mert kellően őszinte viszonyba keveretünk, hogy jöjjön. Tudod, mit mondasz? Egy őszinte. Don Quixote. Te szemét. Nem. Igen, igen. Don Quixote. És közben a hallgatók nem látják, hogy közben, mint hogyha buzukizna, így fölveszi, a mellkasánál gitározgat. Don Quixote. Nem, ekkor jön a vallomás. A vallomás. Itt bebőksz. Az egy híres dal. Ugye? Az egy híres dal, ugye? A Neotontól. Nem, az a tiéd. A bebőktél. Igen. Csak már te is kevered. És ekkor a végére, hogyha úgy érzem, hogy időben megvagyunk, amit a bátyámmal folyamatosan kommunikálunk, hogy megvan már Gabesz, megvan már Veravíz. Még le tudom számlázni, még kell egy Gabesz. Biztos kifizetik, nem tudnak reklamálni. 30 percet kértek, 30-at, még egy húzás a végén, meg írkáltak. Hogyha nincsen meg az idő, akkor valakit fölhívok beszélgetni, vagy valakit fölköszöntök. Boldog születésnapot, tudom Palira, hogy 1.30. Az annyi. Egy születésnapot belefér, és a végén a nekem így jóval, ugye, amit te csak úgy hívtál, hogy... Táratatatáratatá. Nekem így táratatatáratatá. Ezzel meg, mint egy megkoronázom az estét. Most azért erre hülye lennél, nem oda menni erre a partira, nem? Igen. Na. Ez egy jó tracklista. Ugye? Szóval erről beszélek, és volt benne Boniem? Nem. Nem volt benne. Volt de volt benne Neoton. De az, benne, az viszont benne van. Hát de várj, a planetáriumos dolgot, ezt nem nyomod el? Az ezer hold és minden csillag. A planetáriumos. Te görény. Te szemét. Na mindegy. Csak el akartam mondani, hogy egy picikét nem voltatok ott ugyan tegnap este, de egy picikét mégis ott legyetek velem, egy picikét beavattalak veletek a hangulatba. Az összekötő szövegeket nem mondod el? Úgy mindig ugyanazt. Ja, hogy most az, hogy kiválasztok egy barit, és a többi az meg a napi genyó, vagy mi? A másik kettő meg ellene van. Tudod, hogy ha egy koncertet láttad, az összeset láttad, úgyhogy... Ez nem igaz, ez a szemétláda. Ha valaki reagál, érted? Olyan vagyok, mint az élő anyag, érted? Egy interaktív, maga vagy az interaktivitás. Visszahívtad már számokat, amik a bugyikon voltak? Micsoda? És kérdött róluk, hogy termékkód nem telefonszám. Ez kapja, ez elhív vissza! Ez a vonal kódom! Szemétállatod, de... Na, de az buli lehetett akkor. Minden, figyelj, jó buli volt. Na, figyeljetek, gyerekek! Figyelj, neked a lányod rajongó, te magad vagy Balázs a rajongó. Így van, én magam a tároló. Ja, egyébként igen. Na, te veled meg sokszor berúgtam már, úgyhogy... Igen. De jó, kicsit kemények vagytok ma velem, úgy érzem, de nem ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi.
ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket kaszatibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Írja valaki, Bali, ne piszkáld a kaszát, ő is járt egyetemre. Haknizni. Igen. Vagy a mosmelyikért. Tegnap voltam. Azért mondom. Hát és ráadásul azt a klubot, ahol voltam, vagy nem tudom, ez egy egyetemi klub, az volt a neve, hogy Kazáház. És akkor azért bekonferáltam magamat, hogy hölgyeim is uram, a Kazáház színpadán Kassa Tibi, akkor azért azt mondtam, hogy ezt a mondatot soha nem fogom kimondani. Innen már csak egy ugrás a Madison Square Garden, igen, abszolút. A kazáház. Mielőtt belemennék egyébként a csúfos nem, Feri, most így elnézve a Tibit ilyen... Mi a túró tudsz már rám tolni? Figyelj, mi van? Ha szögbelő lépnél és becseteznénk a Tibit, akkor jó lenne szalonna? Te szemetek. Ez egy népi gyógyászati mód. Az apukája hogy, hogy akkor igen, mindig nálad van. Két, ahol megsérül a Feri, ott engem ráfektetnek? Igen, nyilván. Jó, van egy sztori, abból szeretném ezt a bükkécsőről. Ne, Balázs, fölveszem a Jackie-t. Azt mondom, hogy most nem tudom levenni a szemem a bimbójáról. Hányas kosár, Tibi. Mennyire szemetek vagy. Napi Bari? Balázs. Vagyok, én tegnap láttam két kismalcot, akik egy kecskének a csecsén éltek, és nekem most pont ez ugrott be, úgyhogy mindjárt megölem. Gyúr, ne vásd, gyúr. Még egy kicsit genyóskot merre veszlek, most komolyan. Egyébként, hogyha ott tartunk, a show-nak van egy része, amikor Neoton familiának az a része megy, hogy érintsd meg a lelkem még egyszer, hogy énekli a dal, igen, és azt mondom, hogy érintsd meg a bal mellem. Én ezt konkrétan így mondom be, és egyébként tegnap meg is érintették. Picit finom is volt. Érintsd meg a bal mellem még egyszer. Jó, múltkor mentem a TV2-be, és egy biztonsági őrnek jeleztem, hogy legyen már olyan kedves beengedni, és baromi szívélyes volt, és mondtam, hogy ne haragudj, beenged, és mondta, hogy persze, nagyon szívesen, Laci. És utána bementem, és így próbáltam mondani, hogy adok neki egy lehetőséget korrigálni, mondtam neki, nagyon-nagyon szépen köszönöm, erre mondta, hogy nagyon szívesen, Laci. Hogy vajon kivel kever? Tehát, hogy van ilyen fizimiskája, hogy csávó a TV2-ben, vagy csak egyszerűen tudod, van ez az ember, aki kényszeresen muszáj, hogy valahogy megszólítson. Nem tudom, megvan ez a típus nektek, aki fogalma nincs, nyilván rólatok van fogalma, de aki meg fogalma nincsen, hogy ki vagy, de azért mindenáron meg akar szólítani, és erre akartam kifutatni ezt, hogy most ez, ami böki a csőrömet, amikor én most bokáig gázolok az ilyen haverkodó emberekbe, és bokáig gázolok a doktor úr, tiszteletem, tanár úr. Tengermény tiszteletem, vezérem. Uh-huh. Vezérem. Mi a helyzet, nagy uram? Nagy uram? tiszteletem, szőr. A hidegrád. Szőr. Tengermény szőr. Mi a helyzet, vezérem? Szia, nagy uram. Szia, nagy uram. Tiszteletem, igazgató úr, direktor úr. Direktor úr. Direktor úr, igazgató úr. Mi a nagy harci helyzet, vezérem? Megiszunk a büfébe egy sörikét? Egy jóféle sörítalt. Jóféle sörital. A modorosságról is csinálnánk majd egyszer egy adást. Te jó adás. Igen. Jani, ezekben nem? Nem szólítod? Ja, nem, ő is ezen gondolkodom, hogy olyan kivel keveretek össze, és aztán leesett, hogy ki mással, mint Pásztor Lászlóval. A Neotonból. Igen, nyilván. Ezért a nyomorúságos három darab Neotonból összemixelt kis 6 perces izében egy életen át fogok vezekelni. Nem, de azért a túlvezérelt biztonsági öröket néha mi is megjárjuk az RTL-be. Tehát már régen túl voltunk a Celeben, meg nem tudom, mit csináltunk együtt a Kalandrafal 600 műsor, amikor Janitól még mindig belépőkártyát kérnek. Hát én úgy megyek át, hogy se kártyám, semmi, tudod, nyílik az ajtó, mászom át. Jani fölmakad. Teljesen illegális módon Fosbury-vel ugrom át a kapun, bekúszom alatt, csak sosincs beengedő kártyám sehova. Stop. Engem nem érnek el, Jani, stop legyen. És én érek be mindig stop előbb, legyen akit most. El tudnak kapni, az a Jani, stop, álljon meg, kicsoda maga. Jani kívánja is a megállítást, nem? Igen, mert szerintem büszke rá, hogy megmutatja, hogy neki ezek az okmányok megvannak, amivel be tud menni megállítani. Már a kérdésíróként dolgozott a Széfbe, túl a Celeben, a Kalandrafal, mint a 600 műsoron együtt, és még mindig hova? Ilyen nagy sebben lobba a kicsi huszán. Hát én dolgozom 13 éve az RTL-ben, hova? Hát mondom, hogy képernyő volt, én meg a liftnál. Jani, mondom, nem kihez? Tudok, adásba találkozunk. A legjobb kérdés a kihez, tudod? Igen, kihez. És akkor ide beírok négy nevet nekik, tudod, hogy mindenképpen valamelyik csak ismerik, és akkor biztos beengednek. Tehát, hogy tényleg, az a baj, én ott követem el a hibát, hogy amikor bejövök a forgalajtón, elkezdem rögtön keresni a belépő kártyámat. Akkor megvárjuk a biztosan, és ha nincs igen. Nagyon határozott mozdulat. Átmész, senki fog megállítani. Ugye hát a másik az, hogy ott mindent fel akarnak írkálni. Hát, ugye az elemeket egyesével fölírkálják, hogy mit vittél be, mit hozzak. Határozott mozdulat, egy ilyen kameratáska. Szevasztok! Senki meg nem kérdezi, hogy mit vittél, mit hoztál. Mert ez egy visszakanyarodva egy picikét, hát a Feri is ennek nagy művelője, nem? Tehát azért ő is megköszön. Szerintem te neked van beengedő kártya. Nem, napi bari, nem a beléptető kártya.
kártyát hoztam, azért ezt a megszólításokat. Hát ő nyomja a haver srácot, ugye, ami egy legenda. Ja, a Feri nagy barát, gondolom, nem, persze. Nem ez az uram, meg a szőr. Nem, a Modor Márton vonalon mész. Nem, hát vagy a haver srác, mire a haver srác az mi? A haver srác az nem annyira. Hello, haver srác, az nem az? Nem, a Feri azért nem nyomja, ez a mi újság vezérem. Vezérem? Ez azért, ez nem én vagyok. Szia, nagy uram. Szia, nagy uram. Direktor úr, igazgató úr. Sőt, most belecsúsztam a minap egy tisztelendő uramba is. Ja, volt Istenem. Egy tisztelendő uram, valahogy zavarból úgy tisztelendő uramba is belecsúsztam. Fekete voltál? Nem tudom, mi volt, de mondom, belecsúsztam egy tisztelendő uramba. És mindez tengermély tiszteletem? Tengermély direktor úr, igazgató úr. Páter ura. Jó, de én is nyomok egyébként, amikor nem, annyira, nem ugrik be, hogy ki a másik, akkor a testvéremet, azt, hogy cső, tesó, azt belököm úgy bárkire, Bianco, mert én sem tudom senkinek. De miért nem mondani neki, hogy hello? Tehát, hogy így, nem ugri, hogy szia. És akkor ott fönt te, hagyom. Hát az, szia, tesó. Szia, tesó. Hát cső, haver. Jó, félve kérdezem meg, mert bár a túrókat mit félek, hát ma napi barim vagy. De mire kell, hogy adjam ezt? Most mi volt a téma? Ezekre, várjál, mit is van, ezt valahogy foglald már össze. Foglald már össze, hogy megadható legyen. Ez nem a téma, te szemétláda, ez a böki a csöröm, ez a fajta kényszeres megszólítás, akkor is, ha nem tudod, hogy kivel állsz szemben. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Jézusom, ne legyél már ennyire nyolc. Gyerekek, napi bari vagyok, nem tudtam más. Balázs, minden. Nem tudom, mennyibe fog ez egyetlen. Nekem kerülni, de kerüljön, szóval. Bekerül, jó? Számla nélkül kint okosba, jó? A múlt héten én is kiultráztam a számat. A megszólalás után. De ja, amikor napi bari voltál? Persze. Mi az életben nem volt ilyen népszerű, amikor mellém álltál, hogyha valaki népszerű akar lenni, csak álljon mellé. Olyan nyalást kaptál, hogy még a mandulád is kitisztult. egyébként azóta fáj. Nagyon jól nyomod a napi barit egyébként. Azt hittem, hogy gonoszabb leszel egyébként napi barátként, de most tök jó, annyira jól támogatsz. Tök jól esik. Na, örülök. Komolyan. Akarsz valamit kérdezni? Akarsz valamit kérdezni, vagy hagylak, hogy... Nem, mert jöhet a téma, azt várom. Átszellemültem. Mit kéne kérdeznem? Mert azt hitted, hogy... Ja, de Jézus Isten, annyira rá tényleg vártál, hogy... Azért húzod ennyi idég az időt, hiszen már 9:30 van, mert nincs témád. De van! Na hát ez nem volt annyira egyszerű most. Hozzám hasonlóan a matektől ki volt, aki retteget a matektől? Matekretegés. Hogy attól, hogy Feri menjél ki. És Feri, hagyd el a szobát. Itt a magyarázat, nem velünk volt a baj, a világ a hibás, már is mondom nektek. Van egy kutatás, ami kimutatta azt, hogy az emberek 40%-a genetikailag retteg a matektól. Tehát nem az, hogy nem tudjuk megtenni, hogy hülyék vagyunk, hanem beáll bennünk egy olyan szorongás az egész műfajtól, hogy annyira rettegünk, hogy nem is tudjuk megtanulni. Megvan? Meg. Én tudom, én ezt ismerem. Én végigszorongtam a gimnáziumot, ami kellett matekot tanulni. Kettesekkel vergődtem át, hármas érettségiztem. Tehát ez genetikailag bennünk van. Így van, benne van. Hogy tudjuk, hogy hülyék vagyunk a matekhoz. Neked ez volt, Tibi, a matektől, illetve a szekrényugrástól való. Na, mindjárt elmegyünk, hogy ki mitől retteget. De a lényeg az, hogy van egy ilyen kutatás, amiben kimutatták azt, hogy a szorongás, maga a félelem attól, hogy hülye vagy benne, az meggátolt téged abban, hogy egyáltalán szansod legyen megtanulni. Tehát már eleve izgultál, igen. Hát én úgy tudtam szorongani a matektól konkrétan, hogy én szerintem a végén már nem is láttam a feladatot, mert nem fog sikerülni, és ott ültem, és gyakorlatilag én végbugrásoltam. Ez nem a matematika hibája, hanem a tiéd, csak mondom. Bari. Ez a matek Bari hibája. Bari Csibész. Napi Bari. Igaz, hogy gimnázium negyedikben nekem miért kell érettségiznem, ha nem arra megyek felvételizni, és egyébként is nem érdekel, és én egy humán beállítottságú ember vagyok, és tudom, hogy én mondjuk nem tudom, pszichológiát akarok, vagy irodalmat akarok, tudom, miért kell matek érettségiznem. Adják le a gimi első kettőbe, és utána a diák eldönthesse. Mi volt a legbonyolultabb matek feladat, amit az életedben megoldottál? De pont nem a matek feladat a lényeg. Tökre nem ért. Nekem a legbonyolultabb matek feladat az az, hogy mondjuk így napról-napra a like-szám növekedésedet összeadni. Bocsánat, hogy népszerű vagyok, én kérek elnézést, de se baj, srácok, majd ti is felzárkóztok, jó? Tanuljatok a nagyobbat. Tényleg, most mi újság a piac tére, mennyi egy like? Drága barátaim, csak szeretnétek olyan Facebook guru vagyok, tudom, hogy fáj, de vissza a témához. Na. Tehát, szóval én értem, hogy a logikus gondolkodást kell megtanítani a diáknak. Tanulja meg, legyenek memória feladatok. Tanulja! Most már értem, hogy mi nem ment.
Gimi első kettőben. Gimi első kettőben. Legyen logikus gondolkodás. Nem mondd, hogy a deriválás. Nem mondd, hogy a színusz, koszínusz, meg a, attól te olyan nagyon logikusan tudsz gondolkodni. Ad egyfajta szemléletet. Adja meg első milyen kettőben. Szemléletet ad a koszínusz? Semmit. Hidd el, hogy semmit. Nem leszel ettől annyival okosabb, hogy te most a negyedikben egyébként görcsölve, mert humán beállítottságú vagy, stresszelve a matek érettségén tönkremész lelkileg, ahelyett, hogy már valami egészen másra fordítanád az energiát. Ez megint a matek tanítás hibája, de a matematikával önmagában nincs baj, és tényleg ezt tanítja meg. Ha te pszichológus akarsz lenni, akkor ahhoz is kelleni fog, hogy logikus lépésekben tudjál. Én kiléptem a gimnáziumból, még azért elég sokáig jutottam utána, hogy én egyet nem deriváltam, meg én nem a deriválás. Egyetlen egy dolgot csinálok nap, mint nap, egyetlen egy matek dolgot csinálsz nap, mint nap, szóra 1,25. Nem? Mikor számlát írsz? Egy 27, Tibi, csak 27, ezt is a bátyám csinálja, úr is áfát csalok. Miből élnének a könyvelők, ha mindenki tudna összeadni, meg ki van? Hát gyűlölöm a matekot. Igazi rohadvány. Porcikámmal gyűlölöm a matekot. Azért mondjuk azt hozzáteszem, hogy azok egyébként nem szoktak így érvelni, akiknek egyébként megy a matek. Nem tudom, észrevettétek-e. De nem, én arra, tehát, hogy én arról beszélek, hogy szerintem... Annyira felesleges a matek. De most ne hátrálj meg közelül, még emelted a kezdet, te is utálod. Ő a barít, csak mondom, ő a barít. Én elmondom, mi lenne. Gimi harmadiktól a gyerek eldöntheti, hogy milyen érettségi tantárgyakat vesz föl. Igenis ének, zene, rajz. De nem, föl kell, hogy vegye humánt, tehát vannak kötelező dolgok, hogy legalább egy irodalmat, vagy egy matekot, és akkor eldöntheti, tehát nem ének, rajz, meg földrajz. De hogy te még Gimi harmadikban ott ülsz a kémia fölött, és a büdös életbe tudod, hogy nem ér. Akit érdekel, fölveszi, és utána elmegy orvosira, stb. Más meg inkább elmegy sportolni, meg elmegy versenyezni, meg elmegy bioszt tanulni, vagy elmegy, mit tudom, irodalmat tanulni. Na, érted? Minek? De egy például ott egy kémiából egy picit. Mi a humánatra emlékeztek a kémiából? Én arra emlékszem, hogy nyilazgattak ott valami kovalens kötés, de dúsztom nincs, hogy mit akartak egymással ezek hogy mi az a telítetlen, miért telítetlen meg a kötés. Neked van valami halovány dúsztod még a kémiáról? Jó, de te művész vagy, neked nem kell tudnod számolni, érted? Mert ízében is fekvőtámaszból is megbuktál. Mióta tartogatod magadban ezt a gyöngyszemet? Én szerintem az oktatásnak az lenne a feladat, hogy az életre készítsék fel a diákokat. Tanítsák meg a diákoknak, hogy mi a THM, hogy kijön a gimiből, nem tudja, mi a THM, hogy kell, mi van, ha aláírsz egy kölcsönszerződést, egyébként mi történik akkor, ha neked a bankban van pénzed, az hogy kell kezelni, van mi a kamat, mi a THM. Ez a jó irány. Kijössz egy kovalens kötéssel, még negyedikbe is ott ülsz, nem kell használni. Egy kovalens kötés. De most érted, hogy mit mondok? Kijössz azzal, hogy mi a THM, hogy fölkészítettek az életre, hogy meg tudsz venni a boltba egy kiló kenyeret, mert ad egy igazi hétköznapi tudást a suli, az kell szerintem. Aha, mert ha így nézzük, akkor a törének mi értelme van? Igen, látom, hogy ugye? Ezt írják, szerintem a törének van értelme. A törének azért sokkal több értelme van, mert az ad egy általános műveltséget. Tudod, hogy mi történt 56-ban, tudod, hogy mi történt 48-ban, az kiderül, hogy csak hülye az általános műveltség. Egy matek nem jön föl. De különben sehol nem érted meg az ősrobbanást. Egy matek nem jön föl egy beszélgetésnél. Ha nem tudod, mi történt 56-ban, az kellemetlen, hogy nem tudod. De a matekról nem hiszem titeket leszámítva, mondjuk egy-egy háziból, hogy összedugjátok a fejeteket, és akkor a színusz kötés nagyon átbeszélitek. Tajt részegen egy jó másodfokú egyenletvel időre. Hát az szóval, de Mr. Ferék, mire nagy buli. Elveszia egy közös nevet. És ráadásul mondom, és ráadásul szerintem végigfeszenged tőle a többit is. Tehát, hogy rettegsz, hogy az ötödik órán tudod, hogy dolgozat lesz valami rohadmányos, ezért matek színusz görbés, nem tudom miből, és szorongsz egész nap. Hát én tudom, szerintem a gimi meg a középiskola elsődleges feladata, hogy az erősségeket erősítse a gyerekbe, és ne a hiányosságoktól frusztrálja be a gyereket, érted? Tehát, hogy ha fölhívják a figyelmedet arra, hogy te ebben nem vagy jó, elmegy az önbizalma, frusztrált leszel, a középiskola feladata az lenne, nyilván versenyszellemet teremtve valamennyire, de hogy elkezdjen ráerősíteni az igazi erősségekre. Hány frusztrált gyerek megy tönkre az érettségi, meg a matek vizsgál, meg egy rossz matek tanár miatt, nem? Hát nekem például konkrétan egy orosz matek tanárom volt, akinek nem nekem is nagyon szemét matek tanárom volt. Tehát ráadásul még oroszul is tanítottam orosz matekot? Nyert azt ilyen nagy görb, és tudod, ültünk, hogy a rohadt életbe, azt sem értem, amit mond, nem az, hogy mit kéne ebből megtanulnom. Mondom, abszolút a kémia volt nekem a másik, ilyen abszolút ilyen mumus. Egyébként egy picikét, tehát engem az a testneveléssel is lehetett frusztrálni valamelyest. Nem mondom. Azt mondjuk megértjük. Bari, vagy napi Bari, támogatás végig mögöttem, ez is védőpajsként elén feszülsz, ha baj van. Jó? De mi volt, te voltál szőnyeg, akin átfutottak? Igen, rajtam dobbantott az egész osztály. És... Ti mi olyan jó puha vagy, hogy nincs dobbantunk. Ellopták a szertárból, ti miként feküdjél le gyorsan. Elfogyott a medicinlabda, gyere, dobáljátok a Tibit. Igen, nyilván. Így telt. De ott is vannak ilyen... Állj, csönd. Ott is voltak ilyen normák, hogy meddig kell eldobni, nem tudom, a kislabdát. És hogyha azon belül a lába leesett, akkor azt így megbélyegezték, hogy az ilyen nyomorú. Mi hát te nem dobtál kislabdát, mindig a padon ültél, mert menstruáltál, nem? És aki nem tornázik, Kati, Ilonka, nehéz napok, tanár. Balázs,
Úgy látom, furán értelmezed a napi támasz, fogalmát, amire ma kihívtalak, de köszönöm. De tesi orányokként nekem is volt frusztráció. Na mivel volt? Nekem a kötélmászás miatt volt. Nem, kötélmászás miatt volt, de anyám rámadott egy olyan rövid nadrágot, amiből konkrétan kilógott az acsi. És minket úgy tanított a kötélmászni, várjál, mutatom technikát, elkezded magad fölfelé húzni a kötélen, és a két lábaddal összezárod, ugye a kötelet, de úgy, hogy így áll a lábad. Tehát mi ez, Feri? Rombusz? Te vagy a... Ja, ez a... Te vagy a Johnny, te vagy a Matej Johnny. Ez az. És az alattad pedig áll a következő. És egy kicsi Bali, nézd fölfelé, és kicsi Bali elkezdett fölmászni, és ugye hát gubbadtak ki a golyók a kis gatyából. Azon kaptad meg az egész osztály alattad át. És mindenki alattam át. És nem tudtam... még 10 kötél, miért mindenki a sebeszti És nem tudtam nem fölmenni, mert kötelező volt, de tudtam, hogy az acsi ki fog látszani. És ez olyan frusztrációt okozott bennem, hogy már jött a tesi óra, és már szorongtam. De nem is tudtad egy piacig se élvezni, egy kicsit föl, egy kicsit le, egy kicsit. Nem, mert alattam át a sterák. Érjen már föl, sebes! Alattam át a sterákág, és azt mondta, anyár! Micsoda golyó! Szóval azt gyűlöltem. Jani, valamit húzzál magadra, nem hiszem, hogy te mindenből jó voltál. Tesibe te ilyen volt a Streber? Majd én tanárnőm, azt rohant előre. Én általánosban nem voltam jó tesiből. Én középiskolában lettem az. De akkor elkezdtem magamra egy kicsit odafigyelni. Hát ugye eleve nálam... Vedd már a szemet a bal mellemről. Igazi, nincs megcsináltatva. Ne kelljen dolgoztatni nagyon az agyadat. Tudom, hogy ezért amúgy is magas labda lenne. Tehát, hogy tudod, én eleve nem szekrényugrás gyakoroltam, hanem zsámolyugrás. Nem volt, hogy jó voltunk tesiből. Felitehős voltál? Tesiből? Aha. Soha életem, mert én fölmentett voltam 8 éven keresztül. Nem hiszem el. Komolyan. És ez mit csinálsz? Körülbelül 50-szer meséltem el adásba. Erre mindig rácsodálkozom. Körülbelül 50-szer. Hogy te vitted be a labdákat, a zacskóba. Nem, szemem miatt nem lehetett, kérlek. De mi a szemed miatt nem lehet? Igen, mert a retina. Futott, csak mindig falnak futott. Bármit csinálsz, akkor leszakad és megvakulsz. Az meg annyira nem. És labdát se szedtél? De azt mondom, szertár, bementél a medicinlabdáig, kihoztad, előkészítetted, míg a többiek öltöztek, arany életem volt. 45 percig tartott egy papírkosat, és a többiek meg hármas próbáltak. Nem, a zsákolást tanulták, mert olyan magasan volt a szemetet. Hogy engem miért nem tudtak fölmenteni matekból? Nem, a tornából eltornázgatok én, vagy nem tudom, mert látod, sportos alkat vagyok, csak igen, hogy én is dacolok a légellenállással, de hogy egy jó matekból, fizikából, kémiából azért... Kell az, nem mindenkinek kell egy bizonyos szintig. Gimi másodikig, utána már legyen választás. De én például a tesit bánom, hogy nem volt, mert a tunyaság az ugye szépen beépül 8 év alatt. Igen, hát azért rajtad, az téged megmart az idő. Na jó, de én így is sokkal jobban tudod. Ezt már elmondtam neked. De önhibádon kívül, tehát hogy erről nem... Igen, de lustaságból. Igen, de aztán például középiskolában meg kellett. Ott már ezt nem fogadták el tőlem. Azt kicsittem az orvosi papíromat, mondták, hogy a szakközépiskola itt csinálni kell. És akkor beállítottam. Ha retina. És azt képzeld, ez 14 évesen viszont meg elkezdett csinálni. Hát ilyen, hogy amit te itt mesélsz, kötélre fölmászni, az egy lehetetlen cél. Hát odáig nem lehet fölmenni. Vicceltek. A hiányosság eredeti látástéren azt, hogy kompenzáltad. Semmi, becsuktam. Mindig mondták, jobbra, jobbra! Becsuktam a szemem, és bátor voltam. De lehet egy pár dolgot azért betenni helyette, nem? Tehát mondjuk a rohadmány és fizika, kémia, meg ezek helyett, hogy beteszel ilyeneket, tényleg, amit te mondtál, hogy hogyan kezeljék a lét, egy kicsi ilyen csibészségóra, sumákolás, zsebbe volt alás. Oktatási törvény még azért nem módosítanik a csibészség óráért, de a csibészség óra az mit értesz, hogy ezért Tibi, fogd meg! Ja. A rugós kész, a viper, a bemutatás, a sokkoló bemutatás, a csibészség órát én még nem, egy kicsit tovább dolgoznám. Hogy hogyan építsél föl ilyen kis miniboltokat, tehát valamilyen fajta üzleti modellek, hogy hogyan te sefteljed, órán próbálj meg eladni valamit a pattársadnak, tehát valami olyan, aminek, de most több értelme van, mint a rohadmányos kovalens kötésnek. Na, de látod, vagy... ahhoz is kell a matek, hogy sefteljél. Igen. Mi? 10 okosba. Hát az a 10 okosba. Hát most az, mit kell ízélni? Vagy esküszöm, azzal messzebb mennénk, hogyha mondjuk a kémia helyett lenne puskázás oktatás, és az legalább a többi órára kereszt promócióba tudnád használni. Nem? Az jó. Mert az is föl, kis agytorna, hogyan a legkreatívabb puskázási módszereket utána végén osztályozzák. Tehát megint valami, ez életre készít föl, nem pedig egy ilyen izére. Még ezért ezen kellene mellózni. Jól fogtam meg? De jó. Innen azért irány az oktatási minisztérium vezetői pozíciója. Még ezt nem írnám le azért egy ilyen kis eszébe, hogy mit kéne változtatni, de szerintem igen. Érted, hogy a haverod is mondjuk így bizonytalan a válaszsal kapcsolatban. Akkor mi van vele? Igen, sejtem. Félve kérdezem meg, hogy a koncerten bemutatása, Öri Barimmal való együttműködés, a kényszerköszönések lebuktatása és a komplett magyar oktatás megreformálásáért lehet-e jogos a Taps
és a sikor. Abszolút, de mikor jön a témád? Jövő héten te jössz, Feri. Szerintem addigra megszűnik ez a rész, hogy napi bari van. Én ezt egyelőre még úgy látom, hogy ez működik. Tehát, hogy ez nekem... Hát, ha ez működésnek éles... Tökéletes. Hát, igen? Jó. Ugye, részben támogattál, a Jani azt szerintem úgy nyalt, mint pedig soha senki, amikor ő volt a bari. Ja, akkor persze. Akkor hát értem, ja. Én megfeleltem. A többiről csak anya tudna beszámolni, és jövő héten Feri rajta a sorra, hogy mindenben szerintem támogass. Szerintem engedd el. Nem, szerintem mindenben engedd támogass el. Jövő. A melleidet ne vidd még el, játszanék velük. Jó, gyere, merre veszlek kicsi húszát, gyere. 3-4-10. Mami. Lesz pontosan 5 perc múlva, jövő mindjárt a nap legjobb pillanataival. 8 perc múlva, pontosan 10 óra. Hello mindenkinek. Itt most érdekes információkat kapunk a tegnapi drón reptetéssel kapcsolatban, mert állítólag a Fradi pályán dolgozó építőipari munkások kirakták, hogy Klassz FM, azt hiszem talán téglából, kirakták, hogy Klassz FM, mert tudták, hogy ugye repülünk, és felkészültek rá, ugye hallottak nyilván minket, és 9-re gyorsan kipakoltak. Igen. És állítok a felvételen, ami rajta ugye... Fönt van a Facebook oldalunkon, ott állítólag meg leolvasható, hogy Klassz FM. És az elején még csak a feliratnak az első fele volt meg, amikor igen, pedig már a drón szállt le, akkor már gyakorlatilag a teljes Klassz FM felirat is látható. Akkor nézzétek meg a Facebook oldalunkon. Ott rakják gyorsan, téglából. És úgy rakták ki. Nagyon jó arcok. Egyébként köszönjük szépen neki. Igen, de drágák. Hello Csabi, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Ez tényleg meglepő információ volt. De jó arcok. Azt gondolom, hogy egy építkezésen azért nem mindig lehet rádiót hallgatni, mert egyrészt hangzavar van, másrészt meg hát hova helyezed el magát a készüléket. De hát ezek szerint mindenhol a Klassz FM szól. Ezt nem láttuk tegnap a felvételen, nem. De hát ugye egy ilyen kis monitort kell elképzelni, amit körbeálltunk négyen, ami nagyon picike, de akkor visszanézem, mert ezt én se tudtam. Csabikám, mi újság? Képzeljétek el, megsérültem. Na ne! És jövő héten van a Vivicsit, amire egy nagyon erős Klassz FM csapattal indulnánk neki. És te? És hát most gyenge lesz a csapat. Nem tudom, most tegnap előtt voltam egy ilyen tévés forgatáson, ilyen játékos, sportos vetélkedők, és hát nagyon csúnyán megsérült a bokám, most még bicegek, meg talpra tudok azért állni, de nem sokáig. És nem tudom, hogy mi lesz, tehát most egy-két napot várok, most még nem merem terhelni, de lehet, hogy nekem ki kell maradnom a menjél csapatból. Menjél bringával, nem lehet? Nem. Hogy ő, hát de miért, hogy ő futna, de nem tud futni, ezért nem lehet. Nem érted? Jó van már. De valamelyik őtöknek, vagy Ferinek, vagy Balunak be mennyi? Kell vállalni helyet. Tíz. Mennyi? Tíz. Tehát tudod, ez egy pókjárásban. És fia, ha megfogom most a lábadat, ördögszekérbe legurulom. De az se lehet biztos. Neki se szaladok tíz. Annak idén domboldalra gurultak le ennyi. A fordított pókjárásba félkézzel lesétálom. Nem, a 10 azért az melós, szóval arra egy picit, mondjuk sokat sportolok, egyre többet mostában. Mikor van ez? Jövő héten vasárnap. Jövő héten vasárnap, ugye? Igen. Rendben jössz addig, Csabi, szerintem. Aztán ezt most még nem merem bevállalni. A 10 ez már az vagy a pont. Vagy csináljátok váltót. Az vagy? Első 1 kilométeren sántikál. És a 9-et lefelé. És akkor pacsisztok, és akkor a 9-et megtalálod. Úgyis annyira hasonlítunk egymásra, tehát ezt el tudjuk játszani. Igen. Egy éve kim voltam futni, csak valakivel, egy évvel ezelőtt. Én nem futok, nem szeretem a futást, nekem nagyon monoton. Viccelősen vannak az edzéseim. Azt mondom, jó, hogy rápihentél, de... Csak mondta, hogy fussunk le egy szigetkört. Nekiálltunk, megálltunk kocsival, és futottunk úgy egy szigetkört, hogy végig dumáltuk az egészet. Az most nem tudom milyen. Az hány kilométer? 5 kilométer, nem, 5 felett van egy picivel. És azt úgy közben dumáltuk, röhögtünk, és az úgy ment, hogy azt úgy nem nagyon éreztem. Te, hát ebből kell most kettőt. Most kimész, futsz, duma nélkül, még egyet. Beégek ott 6 kilométerrel, lefűzök és leállok, annál nincs kellemetlenem. Mondjak valamit, ami inspirálni fog. Hogy a Tituszék egyébként félmaratonon indultak volna. A Titus? Igen. De miért, mi volt a befutónál? Egy vödörfánk, vagy... egy vödörcsokis fánk, vagy... Hívd ki egy futásra a Titus. Nem, minden licitálomásnál vaníliás tej volt. Igen, akkor Titus a legnagyobb megmondó ember. Ő mindig fut, de egy futóversenyen sincs ott soha. Tehát, hogy így... Most le annyira erőn meg, hogy nem látod. Igen, egy Titus gyere velünk futni, 3 éve szalom. Ó, jövök, majd jövök, most jövök, holnap megyek, tegnap voltam, futottam, kergette, minden volt, de Titus holnap 10-kor rajta. Jó, hát most nem, de majd legközelebb viszont, de múlt héten kihívott engem egy futóversenyre. Na. Hát akkor csak lehet mögötte valami. Most vett fel a cipőd. Nem, Titus, előbb értekeznék egyet, mit szólsz hozzá? De most vett fel. De most. Majd futás közben megbeszéljük az értekezletet. Hányszor indultatok már futóversenyen? Most az elmúlt pár évben csomószor. Ja, egyszer hát a Titus ott volt veletek? Nem. Figyelj, jön. Mi hátul voltunk, na. Nem, de lehet, de hogy most komolyan kérdezem. Lehet, hogy annyival előbb beért. Ide futottál? Megjött a Titus. Igen, de már 8-kor elindult az irodából. Na most indulsz ezen a 10-esen? Indulsz?
Na most hallottátok? Élőadásban. Titus azt mondta, jövő héten vasárnap, mikor van ez vasárnap? 13. Indulsz? Nem mondta, csak bólintott. Ott lesz, most le lehet csekkolni. Most le lehet csekkolni. Én presztis kérdést csinálok belőle, hogy mögöttem végezzen. Én soha többet nem fogok futni, hogyha előttem ér be a célba. Komolyan mondom. Hát, én megúsztam legalább. Fia, a Titus beér előbb a célba nálad. Hát figyelj, már ilyen félmaratokonakat futsz, ne csinálj már. Én nem fogok ott senkivel jobb opáskodni beszélgetni. Ha azt látom, hogy elhúz, megyek utána. Várj, rosszul kérdeztem, mert hogy elindulsz, de végig is futod, mert ugye ravasz, mert azt mondta, elindul, ugye? Tehát ott van azért rész. Tehát most akkor megkérdezem más, hogy elindulsz és be is futsz? Ugye, mert azt elindul, hát ez... De róka, hát az nem is tudom, hogy mutatja, nem tudom végigfutni. Tehát végigfutod. Jó. De nem lesz belőle triatlon. Egy kicsi úszás, egy kicsi kerékpározás. Na jó van. Akkor megvan a helyettesítőd, akkor itt van. De akkor... eleve indult volna, közületek kell valaki. Ja. Én nem érek rá. Nem, tizet nem tudom, még nem. Ott nem tart még ott a kondim. Jó van, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Na, akkor felépülök gyorsan, tessék. Na, megmentem a csapatot. Szedd már össze magad. Krépli. Szar tízes, nem tudsz. Hallod, kellemetlen vagy. Ég a cipink. A Titus lealáz, ez tényleg gáz lesz. Az bizony! Hello, nem írtad alá. Jó reggelt, sziasztok, Peti vagyok. Hello, Peti. Peti, ugye arról beszélgettünk, hogy egy új kutatás szerint azoknak, akiknek gyermekként 7-9 és 11 éves korukban mért intelligencia hányadosuk alacsonyabb volt, gyakrabban kerültek kórházba balesetek miatt, és ugye hát mindenki megírta a saját sérüléseit, te a következőt írtad. Háromszor betört a fejem, eltört az alkarom, a lábfejem megrepett, és rengeteg bokaficam volt. Peti vagyok, 22 éves, 9. osztályos tanuló. Szerintem hülyeség ez a tanulmány. Te lettél ezzel a nap hallgatója. Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket? Budapesten. Egy nagyon szép kis ajándékcsomagot küldünk neked, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm, és várom most már, úgyhogy erre föltök majd ébredni az iskolába. Igen, így lassan 30 felé. Igen. Sok sikert a 10. Küldjük neked, köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello. Na. A Facebook oldalunkon lesz eredményhirdetés, ma elindítottuk egy játékot, a neve kinek a mie, és most is föltettünk, menjetek fel a Facebook oldalra, ott fogjátok meglátni, hogy végül is mi is a megfejtés, hogy kinek a mie látható az az undorító kép. Így van. Aki még nem lájkolt minket, lájkoljon a Facebookon, mert vannak nyereményeink, amit egy-egy ilyen játéknál lehet megnyerni. Ugye nem a lájkért van ajándék, azért nem adunk, hanem ha valaki lájkol minket, be tud nevezni egy-egy ilyen játékra, és minden nap ugye kinek a miében lehet nyerni egy kicsi apró kis Klassz FM-es Morning Show-s relikviát. Igen, most ebben az esetben egy nyakbaakasztó volt a tét. Bizonyám. Csabikám, remek zenéid lesznek? Két héttel ezelőtt itthon volt az unoka testvérem, aki Németországban él, Münchenben, és megkérdeztem tőle, hogy mi az, ami a legújabb most náluk a rádióban, mert ő ott szokott rádiót hallgatni, és azt mondta, hogy egy Chris Kebb nevű emberke, ez a legújabb. És hát, hogy mennyire képben vagyunk, két héttel ezelőtt már az nálunk régen ment a Jenőnek a műsorába, de most már bekerült így a Kívánság műsorba is. A Liar Liar. Chris Kebb egyébként egy zseniális fickó, 15 évesen Pharrell Williams fedezte fel, és azóta 6 év telt el, 21 éves mindössze, de a legnagyobbakkal dolgozott együtt, Shaggyvel, Melanie Fionával, a Gene Class Heroes-zal. Te mit csinálnál? De durva. És hihetetlen, hogy két héttel előttük játszottunk már. Nem a Noé Beste Tánce Music előtt. Mert hogy mi lépést tartunk a világgal. Az nagyon klassz, hát ilyen menő a Klassz FM. Chris Kebb. 555-55-00. Ezt már ne kérjétek, mert ez lesz, de más még tudtok kérni. Mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.